Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Néhány héttel ezelőtt a Bazilikánál sétáltunk a családommal egy hétvégén, amikor is arra lettünk figyelmesek, ezt meséltem is nektek annó adásban, hogy egy esküvő zajlik éppen a Bazilikában, ezzel ugye nincs is semmi baj, ám egyszer csak az egyik pillanatban megjelent egy elefánt a téren. Bazilikából ki? Vagy nem, a Bazilikába be? Még nem ment se ki se be, hanem ott ugye egy kétszeres lépcsősorral tudsz fölmenni, de nem ő volt, tehát nem az ő esküvője. Aki szentelt ostjával kergette, mert éppen áldozni kell. Nem az ő esküvője volt, hanem oldalról hozták be az elefántot, amelynek a hátára egy ilyen ülő alkalmatosság volt erősítve. Az ifjú pár felszállt rá, ott ment a fotózkodás, és nagyon vicces volt, mert az összes Maharadzsa házasodott. Én is ezt gondoltam, hogy indiaiak, mert nyilván mi ugrik be először ugye az ilyen esküvőről, hogy egy távoli ország idegen népe úgy megszerette hazánkat, hogy az indiai házaspár itt akart megházasodni, de aztán később kiderült, hogy nem, majd mondom így, hogy kiről van szó. De a hogy... hanga. Kihozott a hanga egy elefántot az állatkertből. Ő megteheti, nem? Kihozhatja. Szerintem simán, szerintem ő akármit is. Tehát villanyszereléshez zsiráfot tud vinni. Persze, a hanga nyilván. Úgyhogy nem ők voltak azok, viszont az egész a téren lévő mindenki megállt, és azonnal elkezdtek fotózni, mert ráadásul ugye, mint kiderült, cirkuszi elefánt volt, úgyhogy különböző produkciókat is tudott, hátsó lábra állt. És most mi van? Jézusom. Hát föl tud az elefánt, az föl tud állni a két hátsó lábára, a leérkezés az, ami ott kellemetlen. De nem produkálhatták. Egyet csináltattak vele ilyet, de szerintem lehet, hogy azt ő önmaga is annyira örült az esküvő tényének, és akkor azon gondolkoztam, hogy ha én egyszer végre majd igen mondok a békának, hogy akkor, hogy akarnék-e milyen állatot szerezni? Ilyen... Hát nem, azt tudom, hogy milyen állatot, marha lesz, de ő pörkölt formájában és sertések sülve. De hogy én belemennék-e egy ilyen verseny, mert ez kicsit én már versenynek érzem, tudod, hogy még nagyobbat csinálni, még komolyabbat csinálni. És nem tudom, hogy jó-e, de ugyanakkor meg ott álltam, és basszus, irigykedtem. Irigykedtem, hogy ennek az embernek... Basszus, ennek meg elefánt. Igen, ez elefántos esküvője van a Bazilikában, érted? És aztán kiderült, hogy egyébként még egyéb fantasztikummal is szolgálhatott ifjabb Richter József. Jaj, a cirkuszos, akkor, a legszebb cirkuszos, így van, dinasztiának a legifjabb tagja, aki egyébként a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója is, csak mondom, hogy ő így állt, és az ő esküvőjét látta. Nem tudjuk, hogy többiek hány évesek, tehát, hogy nem tudjuk, hogy most ez jó, vagy sem, vagy... Hát szerintem egy ilyen igazgatói poszt az nagyon komoly dolog, úgyhogy ahhoz be kell érni, nem mintha az ifjabb Richter úr nem lenne érett erre, mert jól csinálja a dolgát, de nem is ezért hívjuk most föl, hanem azért, hogy mondja meg, hogyha én akarok elefántos esküvőt, akkor honnan szerezzek. Richter József, szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt! Na hát először is gratulálunk a csodálatos esküvőhöz. Köszönöm, köszönjük. Nem hívtatok meg, de én ott voltam a családommal együtt. És megnéztek benneteket, és pont azt meséltem el a Janinak, hogy picit irigykedtem, hogy ennyire profi, menőzünk, vakítunk, a limó már nem is elég. Hogy ennyire jól megcsináltátok ezt. Ez saját elefánt, vagy kiloptátok valahonnan? Nem, ezt nem loptuk, ez saját elefánt, ugye. 6 elefántunk van, igazából az első terv az volt, hogy mind a 6 lesz, de sajnos csak egy elefántra kaptunk engedélyt. A többiek kellettek egy első áldozásra. Nem. És egyébként ez nem menőzésből lett, hanem egy igazi cirkuszos, tradicionális esküvőt szerettünk volna csinálni, és nagyon sokáig gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehetne ezt egy cirkuszi esküvő varázsolni. És akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha elefánt háton búcsúznánk a násznéptől jelképesen az esküvő után. Mondjuk azért ez nem egy troli, vagy nem egy villamos, vagy egy olyan, stb. Tehát, hogy azért itt biztos voltak olyan engedélyek, amiket be kellett szerezni ahhoz, hogy az elefánt felmehessen a díszburkolatra, mert gondolom, hogy a talajnyomása is azért egy picit masszívabb lehet, mint egy járókelőjé.
Nyilván igen, tehát nagyon sok hosszú utána járás és munka állt ez mögött, hogy ez létrejöjjön, tehát nagyon sok egyeztetés és engedélyek, hogy ez sikerülhetett. Viszont, tehát ugye más limuzinokat bérel és más felhajtást, ugye ez nálunk ez kézenfogott volt, hogy akkor legyen egy elefánt, és ezért választottuk az elefántot. De amikor beadtátok a kérvényt, hogy szeretnénk fölmenni a térdíszbusz korlatára elefánttal, akkor mit szólt az ügyintéző, hogy tessék, mit akar? Hát igen, ugye ez egy kicsit ilyen meglepő kérdés először, hogy egy elefánt, egy bent a belvárosban, Budapest szívében, de hát pont ettől lett ez ilyen különleges. Először sokan vonakodnak ettől, és de utána elmagyarázzuk, megmutatjuk, hogy volt már ilyenre példa, tehát hogy csinálunk ilyen felvonulásokat is elefánttal, és hál' Istennek megkaptuk az engedélyt. Egyébként valaki azt tanácsolta, inkább nem mondom a nevét, hogy ha nincs elefántot tiltó tábla, akkor végül is egy elefánt bárhova beszélt. Hát akkor rinocéroszháton is lehetett. Igen, mert a lovaskocsi áthúzva, vagy bringás áthúzva, azt ugye érted, de ilyen, hogy elefánttal nem lehet menni, ilyen nincs, tehát akkor mehetsz. Így van, hát volna látsz olyan táblán, ami az lenne, hogy mókusok vontat a hintóba. Ez teljesen hivatalos volt minden, tehát meg volt rá az engedélyünk, és ezt így csináltuk. És ment az elefánt mögött egy ember talicskával, hogy összeszedje a drekket? Fel voltunk készülve rá, igen, de hál' Istennek nem volt szükségre, hogy ezek az elefántok szobatiszták. Aha, de, nem áll, hogy meg tudod mondani egy elefántnak, hogy mikor és hol kakkancson. Hát nem 100%-osan, de úgy, tehát alapvetően az elefántok, és hogyha a porondon dolgoznak, akkor nem szoktak bepiszkolni. Vannak rántaló jelek? Tehát, hogy gúvad a szeme, vagy emeli a farkát, vagy valami? Igen, hát csak hát, hogyha emeli a farkát, akkor már következik, igen. Tehát néha vannak balesetek, ugyanúgy, mint egy kutyával, nyilván a kutya a lakásába egy szobatiszta kutya nem piszkol be. Néha vannak balesetek, hogy mégis sikerül az elefánt. Figyelj, nekünk van egy nőstény boxerük, ő mindig ilyen nagyon zavartan elkezd nézegetni jobbra-balra, és körbe-körbe kezd el sétálni. Elkezd topogni, és ő így csinálja az elefánt ehhez képest. Az elefánt felemeli a farkát, és utána már jelent. És mindenki szélrózsa minden irányában menekül. Ha jól tudom, akkor az ifjú feleség is ugye a cirkusz világából érkezett. Igen, pontosan Mary Lou Caselli, és ő egy német cirkusz dinasztiából, a Caselli családból érkezett. De artista és nem szakállas nő, ugye? Nem, abszolút. Nagyon szép nő, a Barom cirkuszban volt ilyen. Ez egy tévhit egy kicsit, ami most itt Magyarországon van még, ez a szakállas nő, és ez a régen beállított cirkusszal kapcsolatban. Tehát a cirkusz is lehet magas színvonalon űzni, és művészeti ágként, és nagyon sok munka van emögött. Tudjuk, hát, hogy ez a cirkusz már nem az a cirkusz, amire Balázs emlékszik, azt azért tisztázok. Tehát, hogy ez már nem az a fajta. Figyelj csak, az nálatok úgy van, hogy mint régen a királyoknál és hercegeknél, hogy azonos kasztbélit kellett választani, tehát, hogy cirkuszos csak cirkuszossal házasodik? Mert mondtad, hogy ő is, ugye, Mary Lou is. Cirkuszos csak cirkuszossal hál. Nem, ez abszolút nem így van. Tehát ez a 21. században ez már nem így van. Ez egy véletlen egybeesés. Nyilván az ember szakmán belül van nagyobb ismeretsége vagy kapcsolata, és ez így alakult. Egyébként 2 évvel ezelőtt a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon ismerkedtünk meg, és ott egyébként még egymás ellenfelei, vetétársai voltunk, ugyanis ugye egy cirkusz fesztivál az egy verseny, ő az ő családjával lépett fel, én pedig a Richter csoporta, és hát a vége az lett, hogy mind a ketten aranydíjat nyertünk, és utána én leszerződtettem őket a saját cirkuszomban, a Magyar Nemzeti Cirkuszban, és azóta velünk turnéznek itt Magyarországon, és hát gyakorlatilag megvetted az asszonyt, hát ugye? Mondjuk ki, gyakorlatilag magadhoz láncoltad egy jó szerződéssel, közben összeszerelmesedtek, és akkor így meg a dolog. Közös hát számban? Az első termem az volt, hogy szállosodunk, de ez lesz belőle, igen. És közös produkció van már? Igen, tehát a havai esztendől 2015-ben már közös produkciót is bemutattunk. Egy balett a ló hátán, tehát ilyen különböző emeléseket, és hát ugye más
más számokkal is, zsiráfokkal, elefántokkal, egzotikus állatprodukciót mutatunk be együtt, és hát idén is a 2016-os turnénk, ami most márciusban fog indulni, itt is vadonatúj produkciókat mutatunk be. Mondjuk abban lett a zsiráfáton, az kapaszkodós? Nem zsiráfáton, lóháton, az egy másik téma. A zsiráfon. Egy picit ugorjunk még vissza az esküvőre. Egyéb különlegesség volt, mert ugye amit mi láthattunk ott a bazilika előtt, az érdeklődők, meg a bámészkodók, az az elefántos produktum volt, aztán eltüntetek. Volt még valami a násznépnek meglepetés? Közterületes vagy rendőr nem ment oda, hogy jó napot kívánok, magukkal van elefánt. De jöttek fényképezkedni egyébként, jöttek. Voltak ott egy páran, és mindenki fényképezkedni szeretett volna az elefánta. Hagyd mondjam el még azt, hogy ugye ez február 14-én volt, és azért a meteorológiát néztük előre, és mindenki esőt jósolt. Tehát nagyon féltünk attól, hogy rossz idő lesz, és hát nyilván egy rossz időben ezt nem lehetett volna véghez vinni. És ugye délután 3 órakor jöttünk ki körülbelül a bazilikából, és ahogy megtörtént ez az elefánt, és körülbelül olyan 3:30-kor, ahogy kész voltunk ezzel, elkezdett esni az eső. Úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással. Menő, hát akkor ezen túljutottatok, és aztán már fedett helyen vártátok. És milyen szerencsé, hogy elefántot választottatok volna, mert hogyha varacskos disznó háton jöttök, akkor az rögtön ott elkezd feltrengeni. És egyébként ugye az elefántról leszálltunk, ott egy lovas intóba átszálltunk, és ott az Andrássy úton egészen a Hősök teréig mentünk lovas intóval. Ott limuzinban. Nem érezted a visszalépést a lovas intónál, hogy nem zebrák húzzák, vagy valami? nem éreztem. És ugye ott limuzinban átszálltunk, és onnan Gödöllőre, a Királyi Kastélyba mentünk. Na jó, hát akkor volt csak volt limó is. Ahol léptünk automatából 2 kaput. Jó, hát nagyon sok boldogságot magány nektek. Nász útra még nem tudtatok menni, de gondolom majd ez is bekövetkezik. Nagyon szépen köszönöm. Hát egy ilyen kis rövid 2 napos nászúton voltunk, mert ugye készülünk a márciusi premierünkre. Na, majd megnézzük. Köszönjük szépen ifjabb Richter Józsefnek. Én is köszönöm, és szeretettel várunk titeket. Köszönjük. Hello, Balázs, biztos, hogy elküldjük. Sok boldogságot. Szia. Szóval, hogy hova lehet még fejleszteni ezt a dolgot? Az a nagy kérdése. Elefánt, nagyon jó, limuzin, nagyon jó, bazilika, nagyon jó, de ha igazán különlegeset, vagy igazán nagyot akarsz virítani, akkor az mi? És a hallgatók is írjanak nekünk nyugodtan, hogyha voltatok olyan esküvőben. Nekem ez az állatos volna, ez nagyon tetszik, ez nagyon szimpatikus, tényleg látom magam előtt, most nem tudom, hogy a hangának milyen például. A családi állapota, igen, de hogy elképzelem, hogy ott mennek a mennyasszony mögött a mosómedve nyoszoló lány. Morzsolgatják a fájdalmat. Orangutánok tartják a pezsgős poharakat az elején. Szóval, hogy ha valaki volt ilyen nagyon vakítós esküvőben, vagy nagyon különlegesben, az írja már meg nekünk, ezt nagyon szívesen vennénk a 0676450000 számra, de mi is nyomozunk, mert itt van velünk lassan Szabó Marian, esküvő szervező, aki pontosan azt csinálja, amitől az elég beszéltünk. Esküvőt szervez? Képzeld el, de hogy nem akármilyeneket, hanem különlegeseket próbál megszervezni. Olyan igényeket próbál meg kielégíteni, amelyek hát a házasulandó felekben felmerülnek. Marianna, jó reggelt, szia! Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt, micsoda virtus, micsoda temperament! Hát csak így lehet, érted, visszafogottan nem lehet esküvőt. Esküvőt nem lehet visszafogottan szervezni. Így van, te voltál a Richterék szervezője is, az elefánttal? Nem, én most tematikus esküvőket szervezek, ami egy egész koncepcióra építik az esküvőket, de Richterék is rendkívül különleges. Az ő tematikusuk az, hogy ő cirkuszos, nem? Az nem tematikus? De természetesen tematikus. Én úgy értem a tematikus esküvőt, hogy az egész témára építjük fel az egész, tehát az esküvőt nem csak a dekorációtól, vagy akár egy-egy elemtől lesz tematikus nálunk egy esküvő, hanem a helyszínt is már úgy választjuk, olyan zenei effektusokat alkalmazunk az esküvőn, a menüsorban, a tálalásban megjelenhet a tematika, a szolgáltatók megjelenésében, tehát mi is úgy öltözünk fel, hogy az igazából egy dress code alapján működjön, illetve a pár és násznép megjelenésében is ugyanez megjelenhet, itt stylistok vannak esetlegesen segítségünk. És akkor az egész csapat, tehát 300 emberbe öltözik? Ugyanarra van felfűzve?
Elvéletileg igen, ez is lehetséges. Vannak bevállalósabb násznépek és kevésbé bevállalós násznépek. Van, amikor egy pár meged egy dress kódot, de mondjuk ez így egyszerűbbre gondoljunk, mondjuk színekben. Ja. Teszem fel, van egy Gatsby esküvő, és megkérik a násznépet, hogy érkezzen feketébe, vagy fekete-fehérbe, vagy csipkeruhába, vagy egy hajós tematikánál érkezzenek tengerészkékben és fehérben. A násznépet aztán segítjük különböző kiegészítőt. De várjál, ezt azt kéri, aki mondjuk hajós kapitány, és akkor legyen mindenki kékfehérben, vagy szeret vitorlázni? Így, pontosan. Ez a tematikus esküvő arról szól, hogy legyen az esküvő pont olyan, mint te. Tehát, hogyha te rajongsz egy sportért, van egy hobbid, egy kedvenc könyved, egy kedvenc korszakod, akkor ezt az esküvődön is megjelenítjük. Így lesz Gatsby esküvő, tényleg hajós esküvő, James Bondos, Harry Potteres, Disney mesés, bármi. Az én kedvenc könyvem az Illatos kert, azt megtudnátok valahogy? El kéne olvasnom azt a könyvet, de biztos vagyok benne, hogy találunk. Ajánlom figyelmedben. Az illusztrált változatát elsősorban. A Feri esetében mondjuk egy jó kurucos, labancos esküvő, azt így bevállalnátok? Mindenki ott jönne ilyen panyókára vetett tigrisbőr kaszagánnyal, meg hasonló. És könnyen beszerezhető, ugye? Tehát kezdjük ott a dolgot. Igen, ezeknél mondjuk az esküvőknél szükség lehet jelmezbérlésre. Természetesen ebben is rendelkezésre állunk. Szerzünk így lovakat, kardokat, lesz itt kuruc, labanc, paróka, mindenféle. Tehát. Mi volt az eddigi legkülönleges? Hogy a mennyasszony kuruc volt. Én körülbelül egy évvel vagyok, tehát szakosodtam erre a tematikus esküvőkre, és eddig a legkülönlegesebb egy Gatsby esküvőn volt fent a várban, a Hiltonban. Ez egy nagyon pici 20 fős esküvő volt, és azt kérte a mennyasszony, hogy nekik nem az első esküvőjük, és valami legyen valamitől nagyon különleges. Nem is volt utána buli, mert tényleg egy 20 fős pici családi vacsora volt. Viszont pont ez volt ebben a kihívás, hogy ezt kellett valahogyan az elejétől a végéig feldobni. Tehát amikor a pár tényleg Frank Sinatra-ra, Dolly Day-re vonult be, végig ez volt a szertartás alatt, szertartásvezető tollasfej díszben, csipkeruhában adta össze őket, a személyzetet is felöltöztettük, csokornyakkendő, fehérkesztyű, mennyasszony tényleg úgy nézett ki, mint a 20-as évekből bármelyik filmből előlépett diva, mindenhol marabutollakat vonultattunk. Na most álljunk meg, te most honnan szerzel marabutollat? Műmarabu, vagy pedig tényleg a hangával te is jóba vagy, és az állatkertből sikerült összeszedni ezeket? Utána kérdezett a dekorosoknál. Ja, hogy honnan volt a marabu? Honnan sikerült, nekik nagyon jó kapcsolataik vannak mindenhol, úgyhogy megkérdezem őket. Igazából ez szerintem elég különlegesre sikerült. Most is készülünk hajós esküvőkre, beachparty esküvőkre, ami mondjuk nagyon kedveltek mostanában, mert elég... A beachparty az a Velencei tó partját fölszórjátok homokkal, ahol... Nem, igen. Beachparty. Igen, erre mondom, hogy igen. Nagyon sok párnak tényleg fejtörést okoz, hogy régóta álmodozik arról, hogy tengerparton, mezitlába, homokban kimondja két tanú jelenlétében az igent. Ezt ugye sokszor a barátok, a család meg a pénztárca is nehezményezni tudja, és erre mi azt kínáljuk, hogy jó, akkor nem megyünk el tengerpartra, hanem mi hozzuk ide a tengerpartot. De milyen műpálmafák vannak, és homok, igazit és kagyó? Igazit is odaviszünk, és homokot szórunk, és mondjuk kókuszdióhéjban szervírozunk a koktélt. Hát ez... Tehát türkiz dekorelemek jelennek meg, kagylók, tengeri csillagok mindenhol. Tényleg ide tudjuk varázsolni. Hát mire van szüksége? Ugye? Kinek mire van szüksége pontosan, vagy ki mit képzel, vagy miért tengerpartra. Én megelégedik egy egyszerű prolitamatikájú esküvővel, és a násznép villamosokkal jönne, Éva Vermutat koktélzenek, és kadlott karcsiszolna két kazettes magnóról. És rövid ideig maradnak. Megoldjuk. És csak rövid ideig maradnak. Marian, köszönjük szépen neked. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot. Szia. Hello. Na, akkor az enyémben tudunk még gondolkozni, illetve a hallgatóktól várjuk az élménybeszámolót az eddigi legvakítóbb esküvőről, ahol voltál. Ha a sajátod, az nem baj. Ez itt a Morning Show. Há,
3:49 lesz egy perc múlva. Jó reggelt! Bajcsi Zsilinszky Andrássy út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Rendőr irányít, de így is lassú a haladás, írja Kristóf. M3 Budapest irányában a 93-as kilométernél mérnek. M044-es kilométernél Győr felé kamion rakománya az úton 2 kilométer a dugó. Üdv az ősöknek, Tószegre a Zaporozsecet átadtuk, az ősöknek való üdvözletet is, és köszönjük az információt. Arra emlékeztek, amikor valami... Amikor leborult kamion rakomány Budapesten, de ez ilyen 80-as években volt, és szagos radír volt rajta. Ne. És nem lehetett kapni szagos radírt a 80-as években. Megrohanták. És mindenki ugye azért volt oda, az összes gyerek, nagyon, és állított taxisok jöttek nájlonzacskókkal, aki erre járt, mindenki, vagy arra járt, mindenki megállt, és kilószán vitték a szagos radírt, mert ez valami óriás szállítmány volt, és mindenki teljesen kész. Valahol Ázsiában volt egy ilyen, hogy talán egy pénzszállító felborult egy pár évvel ezelőtt, és akkor így az emberek oda gyűltek, és össze próbálták megszedni, de érdekes módon, vagy azért, mert gyorsan megjelent a rendőrség, vagy azért, mert ő balra fölé nagyon becsületes emberek élnek, de igazából nem loptak el belőle semmit, és így összegyűjtötték. De ami nekik a lóvé, az nekünk a szagos radír. Ugye? Ugyanaz volt nekünk, ami szagos. Figyelj, én imádtam a szagos radírt. Mindenki imádta. Mindenki át. Hát. Az összes osztálytársam úgy ült az asztalánál, hogy közben miközben figyeltek a nem tudom milyen, hogy a másodfokú egyenletek megoldó képletét néztek a tárgyal. Közben szagolgatták. Hát én még a kis fa tolltartomba, mert biztos nektek is volt ilyen kislány, vagy kisfiú volt rá festve, és lakozott fa. A tetejét. Akkor te menőbb voltál, mint én, mert az nem csak egy ilyen felhajthatós tető volt, és abban például gyűjtöttem a Donald Rágos papírokat, mert annyira kellemes illatuk volt, hogy zseni. Donald Rágó papír, meg egyébként. Zsűr, meg neked is megfelelni. Meg persze, meg hát. Istenem, milyen más világban, most pont tegnap rajzoltak a srácok otthon, és most mutatta a Panna, hogy olyan radírt kapott, ami olyan, mint egy toll, vastag a vége, és így tudod kinyomkodni belőle a radírt folyamatosan, és egy kattintással visszahúzza. Full értelmetlen. Miért? Azért, mert neked nem jutott 80-as meg a 70-es évek, akkor az. Nem, figyelj, ami totálisan értelmetlen, az tényleg semmilyen szinten nem tudom aláírni, ez a radírozó gép, amibe 2 darab elemet kell belerakni. Tudod, van ilyen, belerakod a 2 izét, 2 ilyen kis mikroelemet, ami a ceruzánál ugye egyel kisebb, belerakod, és 2-vel működik, és így mozog, így forog a radír. De van benne egy ilyen pici kis henger, egy ilyen radírhenger, és így forog. Tartani, és ő maga kiradírozza. De hogy az most miért? Mert a gyerek ilyen hüvelygyulladást kap, vagy elfárad a csuklója, vagy miért ne használjon egy sima, egyszerű radírt? Azért, mert ez nagyon menő, és kész, érted? Hogy neki már ilyen is van, ami neked sose volt, és nem is lesz már. Hú, de vagány. Különleges esküvőkről beszélgettünk, ugye én is ott voltam a Bazilika előtti téren 2 héttel ezelőtt, vagy hát nem direkt voltam ott, csak arra sétáltunk a családdal, amikor észrevettük, hogy egy esküvő zajlik. Ez önmagában nem lenne ugye újdonság, de egy elefánt is ott volt, és ez fölkeltette az érdeklődésünket. És nem volt másnapos a Feri, mielőtt megírnátok, tényleg ott volt persze, az elefánt. Gyerek, lila elefántok berúgva, mi? De apa, hidd el, hogy ez csak egy tacsi. Egy tacsi, nem? Kiderítettük, hogy a Richter legenda közül a legifiabb József nevű házasodott meg. A cirkuszos, nem a gyógyszergyáros. Így is van, és utána jártunk a különleges esküvőknek, és hát ti is elkezdtetek mesélni, van bőven SMS. Nyáron voltam Tihanyban egy barátom esküvőjén. Fényűző volt, nagyon azt mesélik, én totálra raktam magam, mert energiát hitallal ittam a Dom Perignont. Van ízlésed? Azt a neki, Szatyi. Az SMS kicsit furcsán kezdődik, és 5 év múlva elválnak. Tehát így kezdődik. Fiamnak volt olyan, hogy mindenki levegő után kapkodott, egy egész nemzeti park, lovas bemutató, stb. Ő fizette, fölöslegesnek tartom. Ő egy felháborodott anyuka vagy apuka. Szerintem neked a lány választásával van a bajod. Nem. Szerintem azért abban van egy pici ráció, hogy azt azért nem nagyon érted, amikor összeszednek nem tudom x összeget a rokonoktól, barátoktól, családtól, stb. Aztán az egész elmegy az esküvőre. Hát igen, jó esetben azt mondják, hogy az jön, annyit tudsz visszatáncolni, hogy ha van ilyen mennyasszony tánc, meg az ajándékokból, vagy hogyha kapsz pénzt, amennyit belefektettél. Hát most, ha valaki ilyen nagyon parádésat csinál, akkor azt nehezebb. Mert még 2 körtójában a Béla bátyjában, még mínuszban vagyunk. Én Mad Max-es esküvőt akarok. Megoldható? Kérdezi egy hallgató. Tehát az ki? Ilyen összehegesztett páncélos verdák kellenek hozzá. Így van.
megküzdetek egymással a benyáért. A benyáért, és akinek jut, az viszi a mennyasszony. Nem rossz. Nudista esküvőt akartam volna, nem kell túl sokat költeni a ruha kölcsönzőbe, de amikor anyós is jönni akart, inkább elmaradt. Jaj. Jó reggel, srácok, nekünk 2002-ben Scania nyerges vontató volt a mennyasszonyi autónk. Ott van egy kis rácsavarodás erre a igen. dologra. Sziasztok, Uncsi még lagzia páratlan volt. Elvette magát a fekete özvegyet. Uncsi 62 kiló, a vatt pedig 130. Egy fejjel kisebb, mint a vőlegény. A lagzióta nem láttuk, Uncsim. Szerintem megette. Ez tényleg különleges. Cuki. A mi esküvőnkön is volt sok állat, ittak, mint a gödény, és hánytak, mint a kutya. Az utcánkban volt olyan esküvő, ahol helikopterből szórtak olyan fecniket, több ezer darabot, hogy éljen az ifjú pár. Fél év után elváltak, de a fecnikből még akkor is volt az utcában mindenhol. Tomi, az az igazi ronyrázás, amikor meg is sütik nyárson az elefánt. Nem csak a lász nép használja, hanem vége is. A motoros esküvő 30-40 motoros húzza a gépet, amikor kijössz a templomból, az élmény megfizethetetlen. Szép művészeti, az veri a mezőnyt, jött egy ilyen SMS, ezt nem tudom, mire írtátok. Ja, igen, megvan, most már tudom, baj, bocs. Nem baj, mi ismerben nem foglalkozunk. Igen, engem az érdekelne, hogy egy cirkuszi esküvőn az asszony állatot, de rossz vagy. Hogy kimondja az igent. Jó, ezzel nem foglalkozunk. Köszönjük szépen mindannyiótoknak az SMS-eket meg a beszámolókat. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Mostában több repülőgépes incidensről lehet olvasni. Részeg legény búcsúzók miatt kényszerleszállás hajtott végre egy repülőgép. Uh-huh. Ezt néhány héttel ezelőtt olvastuk ezt a dolgot. Ebben nincs meglepő. Egyébként ő magában ebben hír, mert abban van némi meglepetés, hogy Gerard Depardieu-nek semmi köze az esethez. Hogy ő nem volt ott. Igen, ennél. Hogy nem. Nem, ő nem részegezni szokott. Nem. Azt mondják, hogy egy igazi francia az nem keresi a WC-t, hanem kijelöli. És itt is az van a nagyobb lábszerető kihasználta. Megy szó szerint. Teritoriumát. Csak az a baj, hogy ez nem egy Air France járat volt. Depardieu biztos nem utazik Fapadoson, ne hülyéskedj már. Hát nem is ott utazott, bár nem volt ilyen, azt hiszem nem első osztályon utazott. Nem. Illetve hát folyamatosan romlott. Hogy oda már nem engedték föl. Igen, tehát és hát ugye ez véletlen volt, tehát tudjuk, hogy ezt nem tudjuk csinálni, hanem egyszerűen csak mellé ment, mert hogy egy üvegbe próbálta meg eltávolítani a holyagjából a felesleges. És az a durva, hogy ugye nagyobb darab embereknek, ugye nekem eleve másfél ülés kell, meg venni kell felára nagyobb lábteret. Te beszélsz nekem kettő. Uh-huh. Nagyobb lábteret, és hogyha az a baj, hogy nagyon zsúfolt a gép, akkor drukkolnod kell a bejárás pillanatáig, a felszállás pillanatáig, hogy a lábtér tényleg ugyanoda szóljon, ahova az ülésed, mert azért rohadtul nem mindegy. Hogy a lábadat Ugye, ha az volt szabad, a lábtér az korlátozott. Na, ebben az esetben a 6 férfit szedtek le a német rendőrök a gépről, a társaság másik 6 tagja, ők valószínűleg kevésbé voltak ittasak, vagy nem tudom, ez hogy dől el, hogy ti hatan leszálltok, ti hatan meg nem. A repülő további 158 utasa, meg ez a 6 férfi folytathatta az utat Szlovákiába. Hogy azon kezdtünk el gondolkozni a Janival, hogy ilyenkor van-e rá valami hivatalos papír, hogy mennyire kell berúgva lenni ahhoz, hogy leszálljon a gép. Uh-huh. Érted? Tuti van, hát valami ezrelék. Ezek szerint nincsen zéró tolerancia. Ott sem, de van. Van. Várjál, csak nincs. Ja, nincs. Azt mondom, hogy nincs. Igen. Tehát igen. Van egy megengedett mennyiség. Tehát ránézésre ezt azért nem lehet eldönteni. Hát, más kérdés, hogy a németek minek mentek Szlovákiába, az egy külön történet. Nyilván megszondáztatják őket, illetve akkor... Tudod képzelni, hogy a Hofbräu-Münchenből elmennek egy szlovák pisznyicába? Tehát, hogy... pénzügyileg jobb a helyzet. Jobban járnak amilyen vele. Magyarországra jönnek például Angliából. Rengeteg legény. Én ezt olyan, tehát igen, nekem ez egy akkora egy talány. Ugye a magyar romkocsma, az szinte hungarikum. Tehát az egész világ arról szól, hogy fejlesztünk, innoválunk, tehát renoválunk, építünk. Itt meg megvesznek egy bérházat, egybe robbantják az emeleteket, és a romos megvárják, amíg magától megpenészedik, és öde jönnek az angolok, oh, fantastic, marvelous, yeah, you know, és megőrülnek, és teljesen nem érdekli őket, hogy 1100 forint egy korsósör. Imádják. Így van. Olyan nehéz ezt megfejteni. Mert az 1100 az neki még mindig olcsó, ami neked már drága. És valószínűleg ezért mentek Münchenből is Csehországba. Ennyi. Vagy Szlovákia. És nem is jutott el az egész csapat, látod? Ja. Na, de visszatérve az eredeti témára, azért arra lennék én alapvetően, meg arra lennénk mi kíváncsiak, hogy ha például látod, hogy kezd ittassá válni ezek is társaság, meg kezdenek dorbézolni, meg már kezdenek kivetközni magukból, szóval átvitt meg valódi értelmében egyaránt, akkor a stewardess oda megy,
és akkor egy 6 fős részeg férfi társaságot hogy tesz helyre? Mindenkit így egyenként elnézésször és lesokkolozza őket? Vagy hogy? Nem lehet, mindegyiket nem lehet. Sőt, hát az aranyos 40-50 kilójával, mert a stewardessek vékony, nagyon szép ők is. Így van, jellemzően. Hát most képzeld el, mi ketten vagyunk ott berúgva a nettó 100 és egyéb kilóinkkal. Uh-huh. Na? Hát sőt, ráadásul engem még a kis fityulája fel is izgat. Ja, de na, még veszélyesebb. Pláne. Itt van velünk a volánban Pető György, akit már sokszor hívtunk ilyen esetekben, amikor hát gyakorlatilag mi a földön ragadtak, nem tudjuk, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen társasággal. Szevasz Gyuri, jó reggelt! Sziasztok, nem lehetne az, hogy legyen ilyen saját repülős rovat, saját hogy szignálva? Hogy a fenébe? De már gondolkozunk rajta, és akkor heti egyszer bejelentkezel, elmondasz valami izgalmas. Én azt se bánnám, a saját repülőm lenne, és akkor utána lehet rovat. Uh-huh. Meg Gyuri, van már neked, csak még nincs egy szignál, meg szolványosan jelentkezel. Tehát, hogy ez a rovat ez rétezik, azért hívunk mindig téged. Okay. Picit azt éreztük benne, hogy zavarunk, nem? Dehogy is. Ja, jó. Nem, csak szeretne főállású lenni. Egy heti egyet be tudunk vállalni. Na mi a verdikt ilyenkor? Mi a parancs? Tehát hol kell leszállni? Meddig mehettek el a korlátozásában az utasnak? Mi a teendő? Akkor, ha egy ilyen hatfős részen van. Az a helyzet, hogy erre nincsen igazából semmilyen ilyen konkrét leírás, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nyilván ugye ez úgy kezdődik, hogy mondjuk ebben a konkrét esetben feltehetőleg, meg úgy általában, amikor nagyon be vannak a kedves utasok nyomva, mert egyébként sok ilyen van, aki egyrészt fél, és azért iszik, vagy egyszerűen csak azért iszik, mert hogy szeret inni. Ugye először elkezdenek kicsit jókedvűek lenni, elkezdenek agresszívek lenni, és nyilván az agresszivitás az meg az, amikor a többi utast marhára elkezdik zavarni, hogy a stewardess bekerül a képbe, a stewardess megpróbálja ezeket lenyugtatni. Ha a stewardess ebben, hogy mondjam, sikertelen lesz, akkor előre megy, és a kapitánnyal konzultál, hogy most van itt nem tudom, X utas, és nagyon rosszul viselkednek. És akkor te mondod a másodpillanatban, hogy Lajos, vedd át, hátra megyek, mert most már... Egyébként pont így van. Tehát a bátrabb kapitány odaadja az első tisztnek a repülőt, és hátra megy, vagy a kicsit kevésbé bátrabb az első tisztnek mondja meg, hogy szállják ki, és nézzed meg, van egy nagyon veszélyes jelenség egyébként a repülésben, így az utasok által, hogyha észreveszik azt a feliratot kigyulladni, hogy all inclusive. És akkor te addig isznak, ameddig van a készleten. Én ezt saját példából tudom. Még sose láttam az a helyzet, hogy ilyet ma már nem fogsz látni, mert a repülők nagy részén még vizet se kapsz ingyen. Egyébként igaz. Na mindegy, és hát nem te lesz a reklámemberi. Megnézi, hogy mi van, és akkor eldöntik, hogy ezek lenyugtathatóak, ezek a csávók, vagy nem, és ha nem, akkor nyilvánvaló előbb-utóbb le kell szállni, mert ugye ezek az utasok tudnak azért bajt csinálni. Hozzáteszem egyébként a megboldogult malév életében, például van egy elég konkrét eset, ami egy ilyen, hogy nem nagyon jellemző eset, hogy jött Bangkokból haza a repülőgép, és volt egy finn utas, aki nagyon berugott, és ott elkezdett randalírozni, és le kellett fogni egyébként, és hát éppen olyan helyen repültek, ahol nem tudtak leszállni, vagy nem akartak leszállni, és akkor egyszer csak jelentkezett egy utas, hogy ő egy orvos, és ő beadna neki egy nyugtató injekciót, mert ennek az lett a vége, hogy az utas, ez a randalírozó, ez meg is halt. Amúgy is nehéz megállapítani, gondolj bele, hogy milyen hatványozott. Tehát, hogy nyugodt lesz? Amikor egy finn beszél részegen, tehát aztán a teljes kalával röpköd minden irányba. De nem lehet ilyenkor, mit tudom, hogy csökkenteni a nyomást, vagy valami olyasmi, hogy ilyen behatás, látom, hogy nem legyen. Nem nagyon értesz. De mint utas tökéletesen, tehát el tud dőlni. Dombi már ült a repülőn egyszer. Nem, pontosabban benne. Még sokat nem lehet csinálni ezekkel az emberekkel, tehát tényleg az van, hogy vagy meg lehet őket valahogy nyugtatni, vagy meg lehet velük beszélni, hogy kicsit viselkedjenek jobban, és nyilván, hogyha ezek nem jönnek össze, akkor így nem nagyon marad más hátra, mint hogy át kell őket adni a repülőtéri hatóságoknak. Na jó, csak hogy ahhoz nagy vissza kell fordulni, vagy le kell szállni a legközelebbi repülőtér, stb. Milyen kényszerítő intézkedésekre van lehetőséged, hogy van, mondjuk bent a pilóta fülkében egy ilyen szolgálati vipera, vagy leakasztasz egy tűzoltó készüléket, és azzal mész hátra, és hát egyengeted az arcát. A pilóta fülkében van többnyire mindig egy ilyen kicsi balta. Nagyon jó hangzik, mint a pofonok földjébe, a baltásoknál. Megmondom ezt, hogy az én nyomás csökkentős ötletem se volt rosszabb. Hát igen, a balta az tényleg ott van, csak maximum nem azért van ott, hogy az utasokat rendszabályozzuk vele, hanem vétesetre van. Szóval, hogy ezt akkor le kell szállni persze, és akkor nyilván a pilóta eldönti, hogy még nem tudom, 40 percre van a desztinációtól, és akkor azt már ki lehet bírni, vagy hogyha még 3 óra van hátra, akkor inkább leszállnak. És ilyenkor elképzelhető, hogy a rossz emberekre ráterhelik a kényszerleszállás költségét, vagy ez butaság?
Hát nem, egyébként nem butasság, csak ugye ez egy nagyon nehéz ügy, hogy ez hogyan fogja a légitársaság megcsinálni. Nyilvánvaló, én tudom, hogy erre volt már próbálkozás ilyen esetben, ez persze nem mindig jár sikerrel, és hát nyilván ugye ez attól is függ, hogy melyik országnak a légitársaságán adja elő az embert, tehát például egy német vagy egy angol légitársaságnál ott ez rendkívül szigorúan veszik egyébként, de nem csak ezért száll egy repülő, hogyha valaki rosszalkodik, tehát van olyan is, aki mondjuk dohányzik titokban. Azért nem lehet egyszerű erre ébredni szegény utasnak, nem? Tehát végignézi a számlát, azt mondja, volt két sör, volt három bor, meg egy kényszerleszállás. Azért az áfamentesen is elég durva. Szegény házszirgen csak fogja a fejét, és soha többé nem iszik. Vagy örökre. Mondjuk már csak azért is már rendőrségen fog felébredni másnap, mert amikor egy ilyen eset után leszáll a repülő, akkor többnyire mindig a repülőtéri hatóságot átadják a kedves kuncsaftot. Hát, de nem kell feltétlenül így történnie. Nekem eddig, amit elmondtál, abból leginkább ez a baltás verzió a szimpatikus. Tehát, hogyha hátramész egy ilyen kis fejszével a kezedbe, és azt mondod, hogy én vagyok Pető György, a kapitánya, a magam egy kedves utas, üljön a kedves seggére, mert különben baj lesz. Ez szerintem biztos, hogy működne. Vagy lehet, hogy nem is kellene semmit mondani, csak felé tornyosul, vagy fölé tornyosulni, és meglengetni egy picit azt a kis fejszécskét. És vagy, már működne. Vagy annyit mondani neki, hogy gondolja végig, amíg itt vagyok magával, addig senki nem vezeti a gépet. Ez is jó. Jó lenne, ha igen, minél előbb végezzük, mert nem vezet ebben a pillanatban senki, csak a robotpilóta vírusos lett, igen. Olyan volt már, hogy pánik miatt kellett leszállni géppel? Tehát volt olyan utas, aki annyira bepánikolt odafönn, hogy muszáj volt letenni a gépet, vagy arra van gyógyszer, vagy nem tudom, az. Hát a balta. Az mindenre jó. Igen, a tompábbik vége. Jellemzően azok az utasok, akik ennyire félnek a repüléstől, és mondjuk ennyire kezelhetetlen állapotba kerülnek, azok nem repülnek, mert ők ezt tudják magukról. Természetesen vannak olyan utasok, akik rendkívüli módon félnek. Még 2001 előtt egyébként, amikor még szabad volt a pilótafülkébe behívni utas, nekünk volt is egy fiatal, egy nagyon csinos hölgy, aki mondták azt, jól veszek, hogy rendkívül fél, és sír, és hogy bejön a pilóta fülkébe. Véletlenül. Pető György vagyok, a kapitány, kezit csókolom. Ha gondolja, megnyugtat. Majdnem így volt. Valahogy sejtettem, hogy nem egy reumás néni akarta megnézni, hogy hol a botkormány. És azt a poént találtuk ki, mert gondoltuk, hogy egy kis hogyan humorral megpróbáljuk megnyugtatni, hogy amikor bejött a hölgy a pilóta fülkébe, akkor én szóltam egyik a másik pilótának, hogy mondta, hogy figyelj, ez a műszer a te oldal, azon az micsoda? Mire mondta, hogy én nem tudom, én sem láttam még azt soha. És ezen úgy megrémült a lány, hogy azonnal abba maradt a sírás, és akkor onnantól kezdve kicsit el lehetett lazítani. Hát nem lehet, hogy szűnt meg ez a bejárás, igen. Igen. Szóval, hogy vannak utasok persze, akik félnek, de hát ez hál' Istennek kevés van, és aki még nagyon fél, azoknak külföldön létezik ilyen tréning, ahol megpróbálják meggyőzni arról, hogy ez egy tök biztonságos dolog. Van ilyen tréning? De és akkor mit csinálnak vele? De szimulátorba, vagy egy szobába? Hát szimulátorban is van, szobában többnyire kettő napból szokott ez állni, van benne szimulátor, ahol megmutatják, hogy a repülőhoz, hogy repülnek jön a pilóta fülkébe. Kapaszkodjon, jön a 4G! De az mekkora, hallott, hogy egy 4 napos útból 2 nap szimulátor? Tehát például, várjatok, ha kígyófóbiám van, nekem ugye az van, akkor azt úgy szokták kezelni, hogy először bevisznek egy szobába, aminek a távoli sarkában, egy terráriumban van egy kis kígyó. Aztán kicsit közelebb mész, nagyobb kígyó, és itt meg úgy működik, hogy először fölvisznek 10 méterre, vagy hogy? Nem. Hát ugye először az van, hogy megpróbálják elmagyarázni neked, hogy a repülés hogy működik. Uh-huh. Ugye nagyon sok ember azért fél, mert nem is érti, hogy ez a maga repülő az mitől marad fent a levegőbe, meg hogy működik ez az egész, meg mit csinálnak a pilóták az zárt ajtó mögött, az is egy fontos dolog. Én azt sem tudom, miért világít a lámpa. De használom. Jó, Dombi, veled ne ér. Na, de mi? Hát az aerodinamikát az valamennyire mindannyian tudjuk, nem? Tehát nem, a felhajtó erő... Nem, az alapoktól kezdik. Lajdalosz és sikorosz. Igen, igen. Az a buszhoz adjuk. Na mindegy, szóval az a helyzet, hogy megpróbálják meggyógyítani az embert ebből a félelméből, többnyire ez egyébként pszichológus kell, mert a pszichológusok értik azt, hogy valakinek az agya az miért úgy funkcionál, és aztán van, akinél ez sikerül, van, akinél nem, és hát persze sokan vannak, akik tisztában vannak azzal, hogy ők ezt nem nagyon szeretik ezt a repülést, meg félnek is tőle nagyon, azok többnyire nem jutnak el mondjuk soha Amerikába, mert hogy repülővel csak... Há, vagy hajóval mondjuk, csak hosszabb. Hát az hosszú, igen, hosszabb. És olyan volt már, hogy részek pilóta miatt nem szállt föl a gép? Hát az a helyzet, hogy volt. Tehát, hogy... Megtört hangon, az a helyzet, hát megmondom volt. Őszintén, igen, születésnapra jött. Egyrészt a pilóták szoktak inni, már aki. Nyilván nem. Főleg a rendszer Washington. Má-
Másrészt pedig ugye itt az történik, hogy rendszeresen van szórópróbaszerű a szondáztatás felszállás előtt. Aha. És hát bizony egyébként már volt sokszor, talán úgy tudom, hogy Magyarországon nem, de külföldön, itt Nyugat-Európában volt többször olyan, ahol az utasok észrevették, hogy a pilóta egyszer csak szomorúan lesétált a repülőgépről még felszállás előtt. Vagy a csomagtéren keresztül közelítette meg a pilóta fölkét. És ilyenkor valamelyik rangidős utasnak kell felszállni, vagy mit történik? Persze, behívják, és mondják, hogy van kedve, akkor vezesse. Igen, valaki, aki ért hozzá, az legyen kedve. Az rossz buli lehet, nem? Amikor látod így ballagni lefele szomorúan, lufikkal a kezébe, üres pezsgős üveggel szegény pilótát. Még egy 15 évvel ezelőtt egyébként az egyik nagy európai légitársának, meg a nevét nem mondjuk ki, de franciául beszélnek. Ott például a belgák. Engedélyezve volt a pilótáknak a hosszú távú járatokon, hogy a vacsorájukhoz egy kis két deci vörös bort megihatta. Ez már nincs egyébként, de hogy az alkoholhoz való hozzáállás is nyilván szigorodott az utóbbi években. Ájjaj, hát mi is szigorítunk rajta, igen. Na jól van, köszönjük szépen, akkor az állandó rovatot még nem ígérjük meg, de már jó úton jársz felé. Nagyon várom, tényleg. Jó, kiértesítünk, és akkor közös szignál írás lesz majd, jó? Okay. Köszönjük szépen, hogy jönnek. Köszönjük szépen. Na gyerekek, hát akkor így működik most már, akkor ezt is nagyon tudjuk, jó, hogy... és mennyivel olcsóbb egyébként egy balta, mint egy légimarsal, nem? Simán. Meg a kényszerleszállás is valahol buli. Csak aztán ugyanúgy hazamész, és be van fizetve minden. Biztosan erre van protokoll, azt még megkérdeztem, mondjuk az nem az ő asztala, hogy mi történik ilyenkor az utasokkal, mert ugye kell egy új gép, vagy lehet, hogy kell egy új pilóta. Gondolom ez nem egy pikpak, tehát nincsen egy tartalékpilóta. Amikor... hogyha leszállsz, hát, hogyha részegen leszállítják a pilótát. Igen, vagy a pilótát, vagy az utasok miatt vissza kell fordulni, ezért ez valami óriási macera lehet. Én nem olyan sokat repültem még, de egyetlen egyszer sem volt, hogy ne indult volna a lejárat, és el tudom képzelni, milyen, amikor egy fél napig ott vannak a terminálba. Nem is beszélve, hogy a Tom Hanksről, aki ott töltött egy évet. Szörnyű lehetett neked, egy óra is elég ott. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. A gyermek születése az mindig egy ilyen csodálatos, meg örömteli pillanat. Nyilván mindenki készül rá, ha nagyon akarod a dolgot, végre összejött, és akkor már az egész családot zsizseg, kórházba vonulás, megszületik a csöpség. Alig várod az első családi pótlik. Így is van, plusz a tejfakasztó bulit a haverokkal, Isten, a kettő is volt, de szép volt mind a kettő, amire emlékszünk, ahogy szoktuk volt mondani, de hogy tényleg egy ilyen nagyon jó pillanat, ám ezekben a pillanatokban néha az élet egy picit beleszól, hogy igazából nem azon a normál módon megy, ahogy te azt eltervezted. Mert például ilyenkor az szokott történni, hogyha tudod, hogy neked a kórházig az utat például a fővárosban egy 30 perc lesz, akkor lepróbálsz többfelé útvonalakat. Tehát, hogyha forgalmi dugó van, ha baleset, akkor arra merre mennél, hol tudsz kerülni, mit lehet jól csinálni. Vidéken ugye megint bonyolultabb a helyzet, ha te egy kis falucskában laksz, és szeretnél eljutni a városig, akkor az körülbelül ennyi idő. Oké, de mi van, ha esik a hó? Például, ha februárban születik a gyereket. Összekészíted a csomagokat, hogy ugye ne az utolsó pillanatban kelljen majd kapkodni. Ott van egy olyan telefonszám, esetleg nem csak egy telefonszám, hanem kettő vagy három is, amik keresztül tudnak értesíteni, hogyha megindulnak a nagy dolgok. Nálunk is egyébként, amikor megindultak a nagy dolgok, akkor rögtön kaptam a telefont, a monitor, és akkor mondta, hogy hát elfolyt a magzatvíz. Én mondtam, hogy szerintem az nem az, és letettem. Ugyanez. De az volt. Tök ugyanez. Én reggel keltem föl, akkor már reggeli rádióztunk az első gyereknél, állok kín a fürdőszobában, mosom a fogomat, és akkor jön ki a béka, valamit mond, hát én meg tudod halálkóma vagy hajnalban, még tele a szád a fogkefével, kijövök a fürdőszobában, a nyugodtan pisi, így ágám, megmosom itt kint a fogomat, és akkor mondta még egyszer, hogy de elfolyt a magzatvíz, ugyanez. És mondtam, hogy ez nem lehet, hagyjál már, én nekem mennem kell dolgozni, de mondta, hogy ez nem így működik. De te legalább csekkolhattad, én egy pár kilométerre voltam onnan, és így telefon keresztül meg is állapítottam, hogy az nem lehet. Az, és a vége az lett, hogy az apósom volt az, aki bevitte egyébként a kórházba. De várjál, letetted a telefont, és föl se vetted aztán, vagy nem is hívott több? Nem, mert edzésen voltam, és volt kisebb gondol, és nagyobb volt annál, hogy most jön a gyerek. Óriási! Igen, van még 8 szériám a fekvenyomásból, azt is meg kell csinálni. Na, szóval ilyenek is vannak, vagy hogy a természet egy kicsit mondjuk úgy szól bele, hogy hamarabb jön a gyerek, mielőtt például odaérnél a kórházba. Hát egy ilyen helyes történet indult el a Facebookon Varga Csaba kispapától,
aki, ha minden igaz, már itt is van velünk, nincs még itt velünk, de majd mindjárt itt lesz. Ő ugyanis a bonyhádi mentősöknek szeretné, vagy szerette volna megköszönni a Facebookon keresztül, hogy világra segítették a kislányát, mert hogy elindultak ők, hogy a kórházba beérjenek anyukával és a gyermekkel, azonban a gyermek úgy döntött, hogy hamarabb szeretne világra. És egy rendhagyó helyen történt meg a szülés. Méghozzá egy parkolóban, hogyha minden igaz, de már itt is van Csaba. Jó reggelt, szia Csaba! Jó reggelt, kívánok, Varga Csaba, hogy Bonyhádról. Hello. Jó reggelt! Na hát először is gratulálunk az újabb gyerekáldáshoz. Köszönjük szépen. Na meséljél nekünk, hogy történt az eset. Elindultatok, kiszámoltátok, pont oda fogunk érni, de... Hát igazából ez olyan nagyon villámcsapásként jött, igazából nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, villámszülés, igazából az orvosok szerint is. Hát ez úgy történt, hogy pénteken reggel, hát a feleségem már korán fönt volt a picikében, mert sajnos otthon van az óvodából, a 3 éves kislány, a Leona. És sajnos influenzás, és kint játszott vele a szobában. Semmi fájdalom, semmi előjel nélkül, hát elment a vécére, és hát a szokásos kisebb magzatvíz elfolyás. Rohan be hoznám a szobába, azt mondja, hát lehet, hogy menjünk el. Hát akkor egyből fölöltöztem, siettem, és az öltözés közben hallom, hogy hatalmas üvöltés, meg minden, hogy jöjjél gyorsan, Istenem, Istenem. Kimentem hozzá, és a vécébe azt mondja, hogy ő már érzi a fejét, hát mondom, hogy lehetetlen. Mondom, szerintem igazából jön, azt mondja, de hogy nem érzi, hogy jön lefelé, hogy engedi magát, és igazából érzi a fejét a túljaiba. Tehát te is ugyanaz vagy, Csaba, mint mi ketten, nem tudom, hallottad, de mert mi is pont ezt meséltük el, hogy a férfi azt mondja, hogy nem lehet az, hogy nehogy lehet. Mondom, ezt nem lehet igazából, ők kezdőnek, hogy nem tudom, hány tehát is fájás, és akkor szépen lesz kevesebb. És igazából nem tudtam értelem, mit csinálják, hát hívás listában a kedvencek között van a bonyhádi mentőnek a fában, nyilvánvalóan nem azért, mert állandóan kapcsolatot szeretném őket, hanem ha véletlenül valami probléma van, akkor egyből legyen kéznél a szám. Szóval ne kelljen a hívás listára keresni. Persze. És hát hívtam a bonyhádi mentőket, és tényleg olyan gyorsan kijöttek, hogy hihetetlen, szerintem 3 percben belül. De közben ti elindultatok? Nem. Egyből jöttek a fájások, és ő érzi a fejét, és én telefonáltam, és mondtam, hogy mentesítek, hogy hát mi szeretnénk szerintem egy esetkocsit tennem, meg mi a, hogy a feleségem érzi a fejét. Kijöttek, nagyon aranyosak voltak, és nagyon gyorsan beraktak mentőautóba, közben anyósom is hazaért a pitikén taxival a munkából. Én ugrattam az autóval, és utána ment után, de hát ők már elindultak. Nagyon taktikusan nem hagytad ki az anyósodat a sztoriból, de... Hát persze, kedves anyukat, drága kezét, csókolom! Dolgozott is Texasban dolgozik, és hát azért onnantól buszra hazaérni, mert buszra szokott bejárni, lehetetlen, és akkor feleségem telefonált, meg kell, hogy beindult a szülés, közben, mikor hát fájás volt, az az 1-2 talán, az a hatalmas, és mondta, hogy taxival gyere, ne buszra, már nem fogsz hazaérni, és hát így taxit rendelt, és ahogy a mentősök elment, szerencsére ő is egy percet befutott, úgyhogy egy kis nem tudtam hagyni. Megvan az anyuka, hogy a ridiküllel üti a taxis fejét, hogy menjen már gyorsabban, szülünk! Szóval mindenki hazaért, a mentő elindult, te bevágtad magad a kocsiba. Hát én az autóval ezerrel után, hogy vészgyűlő, no, a sebességeket be nem tartva, úgymond most elnézést. Erről nem is beszélünk csak. Nagyon gyorsan. Hát és utolértem őket Szépfőgyesnél, és láttam, félre vannak állva ott, ahol a bámosok szoktak állni, meg a rendőrök, és ott villog a mentőautó, úristen, mondom, mi történt. Megálltam előtte, gyors, oda rohantam, kopogtam, mentős autóba kintották az ajtót, azonnal jöjjön be az autóba, hát láttam a kislányt, hogy már megvolt, ott feküdt a feleségem. Ez hihetetlen, elindultok, akkor még nincs gyerek, és akkor legközelebb találkoztak, már ott van. Hát ez nekem nagy meglepetés volt, még igazából sem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek, mert minden megláttam a piciket, és abban a pillanatban a mentőorvos már ketten álltak, vagy 3 körülötte, szinte 20 centi helyen semmi helyig nem volt, egyben nyomta az ollót a kezem, mert na, apuka, hogyha már itt van, akkor tessék meg elköldésnek. De jó fejlő. Azt is sikerült a hatosan elvágni a... Az első is ilyen könnyű volt? Na ezt akartam mondani, még hogyha belefért volna, hogy az a furcsa az egészben, hogy az első kislány ugyanott állt meg a mentőautó, ugyanilyen gyors volt a szülés, de viszont ő neki csak a feje volt kín, a Leonának 3,5 évvel ezelőtt, és ugyanúgy történt szinte az egész, de viszont ő Bonyhádon született, vagy Szexádon született meg a kórházba. Úgy döntöttek a mentősök, hogy ők még megrendelkeztek, hogy beérnek vele a kórházba. De ilyenkor mit írnak be egyébként, hogy hol született a gyerek? Hivatalosan a... 6-os számú főút. Nem azt írtam be, mert én is ez volt az első kérdés, amikor beértem a kórházon, hogy nyilvánvaló mentősök azt mondták, hogy ők azt írja be a papírra, hogy Szépfőgyes, de viszont hivatalosan anyakönyvet tette Szexád a hivatalos.
amúgy megpedigen. Ennyi a sztori igazából, és hogy mi hogy jövünk be ebbe a képbe, azt is el tudod mondani, hogy neked volt a Facebookon egy kisebb felhívásod, mert hogy mit szeretnél? Nagyon meglepődtem igazából, mert én egy néhány mondatban szeretem volna kifejezni, mert és ma olyan gyorsan fajlott minden, hogy igazából se nevet, se igazából köszönöm, vagy az ember úgy benne nézett volna mentésének a szemébe tényleg úgy, hogy köszönöm, mert ők is ijedtek, hogy újra felkészítsék az autót a következő esetre, mivel hogy hát ilyenkor az autót utána ki kell sterilizálni, és nem volt idő igazából ezekre a dolgokra, és gondoltam néhány mondatban az interneten, hát ha eljük hozzájuk valamilyen formában megosztásukkal néhány ismerős vagy egy-két ember, és másnap beléptem az oldalam, és egyszerűen meglepődtem, hogy 10-20 000 már a megosztás, és az egész országban híre ment, akkor kaptam újságoktól felhívást önöktől, mindenhonnan csak a Bliktől, a Tényektől kerestek, és igazából nem tudtam mindenre válaszolni, mert meg sem tudtam nyitni az oldalamat, hogy elolvasni az üzeneteket, és Csaba, azt gondolom, hogy az ilyen helyes sztoriknak teret kell adni, meg ez olyan jó maga a történet, és ami veletek lezajlott ugye a szülés, de az, hogy a mentősök meg ilyen jó fejek voltak, az meg külön jó dolog. Így van. Annyira kedvesek voltak, minden annyira, hogy hihetetlen. Na, mi pedig akkor azt gondoltuk, hogy lehetőséget adunk neked erre a köszönömre, mert itt van a vonal túlsó végén Rézműves Ede, aki ott volt a mentőben, lehet, hogy ő maga volt az, aki világra segítette a gyerekedet. Szia, Ede, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello, Csabi! Szia, Ede! Na, figyelj, Csaba, azt el kell mondanom, hogy Ede annyira jó fej volt, hogy ő végig nem nagyon akarta ezt, azt mondta, hogy neki ez a munkája, ez a szakmája, neki ezért nem jár köszönet, de miután a Janival oda mentünk kettesben is életveszélyesen megfenyegettük, hogy már pedig álljon rendelkezésre, akkor azt mondta, hogy jó, akkor muszáj, tehát, hogy tényleg Edének minden tiszteltem, mert ő végig azt hangsúlyozta, hogy figyeljetek, én egy mentős vagyok, nekem ez a dolgom, de hát azért mégiscsak úgy döntöttünk, hogy összekapcsolunk benneteket, és a Facebookon kívül itt is lehetőséget adunk Csabának, úgyhogy te jössz. Akkor szeretném is az alkalmadra, és akkor az Edének is az összes mentős kollégának, a Bonyádiaknak, akik levezették mind telefonosan a dolgot, és a Szexárdiaknak is, akik az esetkocsival érkeztek, jött két férfi, nevüket sajnos nem tudom. Egyben én is a feleségem is szeretném megköszönni a segítséget, ezt a gyors segítséget, mert igazából, hogyha ők nem lettek volna, akkor szerintem lehet, hogy baj lett volna belőle, mert igazából ezt egyedül egy 3,5 éves kislányú megoldani, szerintem nem tudtam volna. Nagyon szépen köszönöm, és a kollégák nevében is természetesen. Őket is azért megemlíteném, bocsánat, hogy így most közbevágok, mert nem egyedül érdemem, tehát ez a helyszíni szülés levezetése, legfőképpen a szexárdi egységét, tehát Tóth Balázs mentőtisztnek elsősorban, illetve a mentőápoló Szabó András, valamint a Pál Gábor mentőgépkocsi vezető érdeme is többek között. Tehát ez egy team, ez egy csapatmunka volt. Nagyon helyes, hogy elmondtad őket. Nagyon jól sikerült az egész. Ede, sok ilyen visszakeresést kaptok, hogyha tudtatok valakin segíteni, nem csak szülés, amikor valaki rosszul van, beteg, egy stroke esetében, ahol tényleg életet menthet az, hogy ti egy perccel korábban értek ki, vagy egy perccel később, akkor sok ilyen van, hogy miután valaki felépült, vagy esetleg a hozzátartozók visszajönnek? Megmondom őszintén, hogy végül is én Bonyhádon durván most már 2 éve vonulok, azelőtt Szexárdon vonultam, de amióta itt vagyok Bonyhádon, tehát elég sokan azóta már visszajeleztek így hozzátartozók, vagy közvetlen hozzátartozók, úgyhogy én csak pozitív dolgot tudok ez ügyben elmondani, tehát a betegek, illetve a hozzátartozók elég gyakran, szerencsére itt legalábbis én azt tapasztalom, hogy visszajeleznek nekünk valamilyen formában. De akármennyire is azt mondod, hogy egyébként a munkátokat végzitek, és természetesen persze erről van szó, de azért valóban őszintén nagyon jól esik, amikor vannak ilyen visszajelzések. Így van. Tehát ez most kellene tagadni, nagyon jól esik, mert az embernek ez egy nagyon jó pozitív visszajelzés, illetve nap mint nap így a munkánk sorát azért a során ez egy nagy erőt ad, tehát ez egy nagy impulzus. Tehát abszolút pozitív, úgyhogy
És a bonyhádiak maradjanak is ilyen rendesek, hogy megköszönik a dolgot. De köszönjük szépen, akkor nem tartunk fel téged, a megköszönése ennek az esetnek megtörtént. A mi a munkánkat elvégeztük, de sokkal fontosabb, hogy te elvégezted annak idején a tiédet ezen a februári napon. Úgyhogy köszönjük szépen Csaba nevében is. Jó? Köszönöm. Szia, eseménymentes. Igen, pihenőse. Csaba, gratulálunk akkor a második lányhoz, és ha a harmadikat összehozzátok, akkor egy kicsit korábban. Igazából nem tervezzük a harmadikat. És ha lehetne még egy kérdésem, akkor szeretném megköszönni még annak a nagyon-nagyon több száz embernek, akinek sajnos nem tudok mindenkinek egyenként üzenetbe válaszolni az egész országban, mert nagyon-nagyon több százan értek, és nem tudok rá válaszolni, és nekik is szeretném megköszönni a sok kedves szavakat, meg a minden sok gratulációt, amit csak írtak, hogy egyben itt a műsorban, nem tudom, hogy hallgatják nekem a műsort, vagy valamilyen formában visszahallják, vagy valahogy, hogy szeretném nekik is megköszönni ezt a sok gratulációt minden egyes embernek az országban. Szerintem veled voltak a történetben. Csaba, örülünk, hogy ilyen formán mi is részesei lehettünk, hogy legalább én is nagyon szépen köszönöm, hogy egy kis lehetőséget. Adásba kerülhettem, és igazából ez nekem egy nagy meglepetés volt, mert erre tulajdonképpen az életben nem is számíthattam volna, hogy egy ilyen kis megosztásból, vagy egy ilyen köszönöm kérdésből ekkora nagy országos hír lesz. De jó. Milyen jó dolgoknak szerintem helyt kell adni, és ezért tök jó ez a közösségi média is, mert így is eljutott ez hozzánk. Úgyhogy jó egészséget a babának meg a mamának. Nagyon szia, Csaba! Nagyon szépen köszönöm. Szép napot mindenki! Szia, viszont te jó! Itt pityergek a kocsiban, nagyon megható történet írt a hallgató. Gratulálok a bajtársaknak, nagyon jó esik, ha megköszönik a munkánkat, de sajnos nagyon kevés van belőle. Valóban ez a dolgunk, ahogy a kolléga mondta, de akkor is jó esik, ambulanszmen. Nővéremnél 90-ben a kiírt idő előtt elfolyt a magzatvíd, elrohantam a sogoromhoz a melóhelyére, induljon a kórházba, mert a felesége szülni fog, erre ő hátra van még egy hónap a szülésig, majd akkor bemegyek. Azt hát egyébként figyelj, ő kiszámolta, akkurátus ember. Meló van. Óriási. Milyen jó, hogy vannak még ilyen emberek, mint a mentősök. Nagyon sokan pedig dicsértétek ugye kollégaként is őket. Plusz hát születési élmények minden mennyiségben. Én 93-ban születtem otthon, a mamámék nappaliában, az öcsém pedig egy kocsma előtt a mentőautóban. Minket legalább biztosan nem cseréltek el a kórházban, írja Ancsi Gombáról. Anyunak is otthon indult meg a szülés, a papámék odaértek egy 1-2-es zsigulival, elindultak a két utcával arrébb lévő Bugyin. Az ABC nagykanyarban már kint volt a fejem, irány a házi orvos, és ez is van beleírva a születési anyakönyvi kivonatba. Aztán Nagykarizsa kertvárosa, van egy csomó ilyen jellegű SMS. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon-nagyon sok postai küldeményem van, és még nem volt tegnap elmenni időm a postára. Van ajánlott, mi? Van egy csomó ajánlott levelem. Azt, hogy én ezt hogy utálom. De nem mertem megnézni, hogy mi, és most szembesülök a hírekkel, és kicsit elkezdtem aggódni. És mivel tegnap jöttem haza, délelőtt vagy kora reggel, én egy pillanatra belétek hallgattam, amíg nem sercegett az adás, mert elég rossz a rádió. Nem volt jobb dolgod? Nézelődni a benzin. Nyugizni, menni a magyar újságot. Nem mindig jöttetek jól, és hallottam, hogy beszéltetek róla, de kicsit aggódom. Ugyanis vannak ajánlott leveleim, és még nem tudom, hogy honnan, de félek tőle, hogy a Honvédségtől is kaptam levelet, és most komolyan mondom, meg vagyok ijedve. Veszélyeztetett csoport vagy, mert ugye neked van egyedül. Igen, bizony. Nagy méretű. Állítólag ezeket a leveleket most kézbesítik, és ugye arról szól, hogy ha a Honvédségnek szükség van az autódra, erről tudom, hogy ti tegnap két maratot beszéltetek, de hál' Istennek nem vagytok érintettek, viszont én igen. Igen, hát ugye a tiéd azért az mégis egy városi terepjáró, és hát elég jó kondíciókkal megáldott gépjármű, ráadásul fekete, és egy háborúban azért halottas kocsira is szükség van. Na most, ugye engem adatszolgáltatásra köteleznek, vagyis mi történik? Kapok egy ilyen levelet a Honvédségtől, reagálnom kell rá, ha nem, akkor eleve megbüntetnek. Bünti. Tehát szeretnék rá reagálni, ha megjött, ma megyek postára, és megnézem, hogy milyen ajánlott leveleket kaptam. De hogy állítólagosan ugye, a Magyar Honvédség nyilvántartásba vett már egy csomó autót. Hát elviekben igen, de hát gyakorlatilag ugye Szlovákiában jelentesz. Attól függ, melyik rendszámot teszem föl, a németet, a szlovákot, a polgárt, a román, tehát milyen rendszámmal közlekedik. Hát ott van a német rendszám, mégis csak jobb szerintem a Bundeswehrbe szolgálni, mint a Magyar Honvédség. Na most ez azt jelenti, segítsetek, hogy én ülök a kis autómban, érkezik majd a Honvédségtől egy jó napot kívánok, erőt, egészséget, tisztelegnek nekem ott reggel a kapuban. Nem, hogy konkrétan, nem, hogy reggel, amikor beszállsz az autóba, már bennül valaki. És akkor azt hallod, hogy tesó.
Jó reggelt, erőt, egészséget, jöhet a gépjárműért. Igen, erőt, egészséget. És ott áll mögött egy szakasz, akik már arra várnak, hogy beszálljanak a járműbe. Csapatszállító járműnek kell a te autód is, ugye? Tehát ugye azért kellenek, ezek nem feltétlenül a támadás megindítására. Csapatszállító jármű. Tehát tudják, hogy neked milyen autód van, itt kezdődik, hogy lekérték az összes adatot rólad, ami egyébként nem tudom, hogy már önmagában mennyire korrekt. Tehát tudják, hogy te hol laksz, hova kell menned. Igen, bevételi céllal ők ugye ezt lajcsomba vették. Ja, nyilván tartásba vesznek. Milyen az autód, mekkora, hány ember fog majd elférni benne, és alkalmas-e a támadásra? Mondjuk viszem a Vikit szülni. Tételezzük vele ezt a helyzetet. Igen. Viszem szülni. Ugye ez most nem egy életszerű helyzet. Gratulálok. Jó, hát valahogy meg kellett dobnom. Még van egy pár hónap. Jó, akkor beszéljük arról, amiről beszélni szeretnél valójában. Igen, jön a harmadik gyerek. Viszem szülni. Állok ki majd a kertből, és oda, jó, erőt, amit te is mondod, erőt, egészséget, álljon meg Csevestén egy pillanatra. Egy. Szeretnénk elvinni az autóját. Kiszállítom a terhes feleségemet, és végignézem, hogy egy csávó, mondja már meg, hogy ki automatát vezetni, mert rohadtunk csávó, mert csinál automatát. Nem akarom meg, hát 11-es, egy fiam ezt a tölövést, hogy adjon már el a jármű elé. Tegyük D-be az autót, engedjük föl a féket, és finom gázzal induljunk el, az automatának van egy alapjárata, és meg végignézem, hogy beveszi az első kanyar, vagy jön egy ürgés, elviszi az autómat. Mi történik ebben az országban? Nem kell neked elmagyaráznod egyébként, hogy mit kell tudnod meg, hogy kell vezetni a járművet, mindent tudnak már róla. Hiszen neked mindent le kell jelentened. Aztán minden év márciusáig. Így van, hogy a tiéd-e az autó, nálad van-e? Nagyon fontos, hogy azt is mondanod kell, igen, hogy működik-e a kocsi. Van, hát te ezt nem tudod mondani. Na de most mi van benne nekem egy pajzs? Még oké, működik, de teszek bele egy olyan riasztórendszert, ami csak az én. Kétszer húzom az ablakot, háromszor meghúzom, négyet pötyögtetek, és négyszer megnyom a vészvillogot. És én azt a kódot mondjuk nem adom át. Akkor végignézem, hogy emberünk beül az autóba, és az első busz megáll, utána slattyogok, és azt mondom, oké, tesó, kipróbáltad, látod, hogy nem működik, na, add vissza szépen balinak az autóját, mert rohadtul be kell érnem a rádióba dolgozni. Akkor elvisznek? Akkor a következőt lehet majd látni. Hát az eszem megáll. Legközelebbi 6 kiegészítő parancsnokságra gyalogolsz be majd ilyen tarkóra tett kézzel, és mögötted valaki lépeget egy kalasnyikovval, mert elvezetnek, ugyanis az állampolgári kötelezettségnek nem feleltél meg. De mit akar a Magyar Honvédség ezzel az autóval? Azért ritkán látunk olyan tudósítást, hogy nem tudom, Afganisztánba vonul a német hadsereg egy Volvo-val, egy X6-ossal, egy Range Rover-rel, egy Audi-val, és akkor ott, de majd tehát ezzel bebizonyítjuk, hogy a Magyar Honvédség milyen jó állapotban van. Hogy külföldi tudósításokon látjuk majd, hogy amikor háborús helyzet van, akkor mit tudom, 3000 terepjáró, mint egy ilyen nagy Audi találkozón vonul a határ felé megvédeni a magyar lakosságot, és az ott a kocsi, így ott van. Viszik az autómat. Nézd, nézd, a magyarok is, és mennek ki Németországba, ezek is költöznek. Légy szín elői, vigyázzatok a kocsimra. Kicsit, mint egy ilyen karaván, tényleg, nagyon szeretem, fura. Kifizettem az adót, megvettem, leadóztam a pénzből, fizetek mindenféle súlyadó, ez az, mit tudom, hogy mennyi minden fizet. Légy szín elői, trek szín, vigyázzatok az autómra. Az összetartozást erősíti ezt, hogy érted, hogy ha gond van, ha baj van, akkor mi mindegy, és az összes, igen. Egyébként lehet, hogy mi is ott vagyunk, csak úgy van, hogy szerintem minden egyes gépjárműnél meg van határozva az, hogy milyen célra használják fel. Ugye Balázs, mondom, az adottságaiból kifolyólag meg, hogy fekete az autó, akkor valószínűleg halottas kocsi lesz, ha milyen kémelő, meg oda van írva, hogy fedezék. Nem vagyok veszélyben, hát a Feri kis kétüléses, ponyba tetős kabriójában abban megfőznek egy nagyon, nem tudom, löncshús bogárcsot. Elárulom neked, hogyha az első szélvédőre fölraksz, fölhegesztesz egy ilyen vas csonkot, akkor az pont rá tudsz tenni egy valamilyen gépfegyvert, és ugye nincs teteje, tehát tud állni a csávó, aki körbelőnye. Hát vagy, hogyha egy emelkedő tetején megállsz vele, telalakják benzinnal, akkor érte, akár működhető is, mint az a tüzes kerék, ugye az egri csillagokban. Rettegek, én ma megyek, mondom, a postára, hát remegő kézzel fogom felbontani a levelet, ha a Magyar Honvédségtől jön. Kettő dologra gondolok, hogy újra be kell vonulnom, hál' Isten nem. A kettő, hogy át kell adnom majd egy adott pillanatban az automat. Az igaz, hogy teli tankkal kell átadni? Na, ezt akartam. Na, de az hogy? Te hajnali hatkor kopognak, hogy kell a kocsit. Oké, itt van egy molkut, leugrani gyorsan, hogy megtudom, ha 3000, akkor gyorsan még megtankolom nekik az automat. Mostantól kezdve úgy éled az életedet, hogyha 100 kilométert elmentél, azt tankold vissza mindig. De mi az, hogy nincs éppen nálam annyi pénz? Tehát tételezzük fel, hogy valakinek nincs otthon a háztartás annyi pénz, mint mondjuk 50 000-ért teletankolja, 40 000-ért, 30 000-ért az autóját, akkor megvárja Péter tizedes, amíg te lelötyögsz egy benzinkútra, megtankolsz, majd utána elviszi az autódat. Igen, és oda van írva a zárójelbe, hogy nem csak a jelenten, hanem átlagos 95-ös, érted? Mi nem tudnak tankolni? Oda van elő, hogy Evoneo, opcionálisan, nitrobusz. Két dolgot feltételezek. A Magyar Honvédségnél vagy nem tudják, hogy kell tankolni, vagy nincs pénzük tankolni. Ez utóbbi inkább. Talán az utóbbi az.
Ugye, tehát nem tudok más tudni elképzelni, mert nincs álló B. Az értenek, én ezt tapasztaltam annak idején, amikor katona voltam, hogy ahhoz, hogy a benzint hogy kell kezelni, hogy kell átönteni készülétautóknak a tankjából, marmonkannákból is kivinni a kerítés, ez értenek. Tehát látok egy szituációt, ebben egyébként tényleg jó. Látok egy szituációt, hajnali 3-4-6-kor ül bent egy sapkás honvédségi tisztnek öltözött ember a kocsimba, én pedig keréknyomást ellenőrzök, megtankolom és lemosom a szélvédőn, a saját autómon is, tehát vigyázválok és megnézem, hogy kigurul a benzinkútról. Igen. Tesó, oké, 2-4 van a kerekekben, minden rendben, föltettem, tettem bele egy liter olajat, tele van tankolva, sok szerencsét, jó utat. És elmegy az autó, ablakmosó, megvan, hagyáló, minden rendben, kerekek, fölfújva, jó sok sikert. Előtt egészséget, fölgyőzelem. Ne arra, de te barom. Automata, ne nyom neki, úristen. Jó, hol tartunk? Mi történt itt, amíg nem voltam itt? Ha szerencséd van, akkor egyébként ugye az autónak megnézik a listását, megnézik vagy nem tudom, föl a használtautó.hu, megnézik majd, hogy az autó mit ér, és akkor ennek megfelelően osztják majd, lehet, hogy parancsnoki gépjármű lesz belőle, mert hogy hát, hát drága. Én tudom, mit csinálok már. Vajbőr. Vezérezredes úr, találtunk valamit, ami önnek egyébként azt gondoljuk, hogy nagyon megfelelő tud lenni. És majd reggel tényleg ott állnak majd. Ott és áll mi majd van a piros sofőr? Gyerekek, mi van a piros autókkal mondjuk, vagy a sárgával, tehát a feltűnő színű. Azt nem viszik el. Én tudom, mit fog csinálni. Festettek rá egy piros keresztet. Egészségügyi autó, ezt nem. Ezzel betegeket szállítunk. Megvéded a saját autódat. Fölfestek rá egy nagy piros keresztet. Azt csak nem veszik el, nem? Unikum, de jó. Megisztok. Jön az emberünk, horvát százados, bekopogtat, mondom, tesó, ez egy egészségügyi autó. Hát ezzel visszük, nézzek, bejön a garázs, a rohadt nagy piros kereszt. Tesó százados, légy színe, mint az autó. Egy rohadt nagy piros kereszt van rajta. Vérszállítás. És ráírom, fölmatrizázom, hogy vérszállítás. Azt, mert azt csinálhatod civil kocsival. Valahogy én meg akarom tartani a saját autómat, én nem akarom a honvédségnek átadni csak az autónak. Mondom, a keresztel, mert mindegyik autónak meg lesz a maga funkciója, hogy a kereszten az oldala lehet, hogy azt hiszik, hogy céltárgy. És az első lesz, aki értős fizik lövészet. Egyébként is mi baja van a honvédségnek az alfákkal? Tehát mi ez a diszkrimináció? Csak terepjárókat. Mi az, hogy csak terepjárókat? Mire a háború válogat? A háborúban az ellenség nem lő terepjáróra, attól megijednek? Miért nem viszik el az alfákat? Miért nem viszik el a Suzuki-kat? Azokból is sok van. Mi az, hogy megint a terepjárósokat? Mert az jó. Egrecizasztatják. Hát ez nem is értem. Nem akarnak olyanba ülni, ami nem biztos, hogy odaért. Ti szoktátok mondani. Hát ti vagytok büszkék az autótokra, hogy az alfa mindig lerobban. Hát mi ülünk nyugodtan, kényelmesen, ti meg parázzatok. És mi van, ha történik baj a kocsidnak? Nem, mi van akkor, azt mondom, hogy oké, elvihetitek, de megyek én is. Mert csak én vezethetem a kocsimat. Én beállok, harcolok, de nem szállok ki a kocsimból. Nem majd én viszem magát. Tényleg, ha baja történik, ne adj Isten mondjuk akkor, megnézik listáron, és akkor ilyen biztosítói fényes listáron neked visszafizetik? Szerintem nem, mert ez vele jár. Tehát, hogy ez az a fajta amortizáció, ami bele van. De bele van most, kalkulálva. Ha kilövik a Balázs kocsiját, vagy csak Jézusom, Sebestyére volt egy kis enyhe szőnyegbombázás, azért néz ki most az autó, hogy kinézed, de itt van, megmaradt az egyik visszapillantó. Na de innen már csak egy ugrás az, hogy visszatérnek majd hazánk fiaik, akik harcoltak valahol messzi, nem tudom, Oroszországban, és azt mondják, hogy akkor most az asszonyokat tessék felajánlani kiéhezett honvédség tagjainak. Tessék a feleségeket beszolgáltatni, nem? Hogy mit csináljanak az asszonyok? Hát mert odaadod a kocsidat, amilyen sehetod, akkor jön most a honvédség, a kiéhezett, nem tudom, a hazánk fiai a nagy frontokról, és hazajönnek, és akkor majd azt mondják, hogy most pedig az asszonyok. Akkor elveszik az is. Hát az a te tulajdonod. Nem, hát az a te tulajdonod. Mi az, hogy valaki el akarja venni a tulajdonodat? Ezt értitek? Hát figyelj, szerintem az lesz majd, hogy majd, amikor az ellátó tisztek megjelennek majd, és becsöngetnek mindenhova, és akkor mindenhonnan viszik majd, amit látnak. Valahol tényleg ez lesz. Ne vigyék el ezt az utolsó tyúkon, Vitéz úr! Feriéknél meg majd olvasgatják a címkéket, hogy prosciutó. Ez jó, fel tudok ajánlani valamit, hogy ne vigyék el az autómat? Ne vigyék el az, van 3 rút téli szalámi, van egy kis, nem tudom, megybefőtt az édesanyám tette, vigyék már, ne vigyék már az autómat, basszú. Utánuk érted, és majd ötjél kiabálsz, hogy hát az a gyerek csicsókája, ne vigyék sehova! Tehát tényleg lehet majd, én ott bizniszelhetek majd egy szomorú októberi hajnalon horvát törzsőrmesterrel, aki jön hozzám, hogy elvigye az automat, hogy tesó, felesbe oldjuk meg itt, vidd el a fűnyírót, vidd el a lomszívót, basszus, vidd el a gyerek hintáját, mert nem használja, akaszd le a plazma tévét, vidd azt, hogy ne vidd már a kocsimat, basszus. Így majd mennek végig a Kossuth Lajos utcán a hadtáposok, az terelgetik majd a disznókat, így szuronnyal, meg valaki majd cipel 30 doboz ízét, meg kotyéviákot, a kukorica cornflakes-et, érted? Aztán ennyi.
Mi van, elrejtem a saját autómat. És azt mondom, hogy elfelejtettem, hogy hol van. Nem, valahol leparkoltam. De most nem tudom, hogy akkor megbüntetek, azért, mert én elfelejtettem, hogy hol az autóm. Vagy hát nem tudom, hol az autóm. De leparkoltam, mert valamelyik, nem tudom, nagy Ossan előttem nem találom. Találják meg. Akkor mi van? Ha leltárban van, akkor vége. Figyelj, akkor végem van? Szerintem álcáz az autót. Fesse az oldalára ajtókat, és mint hogy egy fészer lenne, vagy ilyesmi. Vagy így, hogy hívják? Tényleg. Egy kerti szerszámos. Megcsinálom, egy nagy fűnyírónak megcsinálom. Az nem volt egy autó, de hogy is? Az egy fűnyíró. Meg. No, neki van az a fészer, csak oda van támasztva két oldalon, két kerék. Egyébként a Honvédség annyira nem lehet rossz állapotban, hogy angol autókkal akarjon kiszúrni magával. Tehát ha az kell, hogy lerobbanjanak, ne jussanak el a frontig, ha ne tudják átlépni a hazaországot, tehát vigyék el, de felhívom a figyelmét, hogy mit csinál. Angol autó jobb nem szórakozni az angol autóval. Ez, ha ott hagy, akkor ott ez megmakacsolja magát, ez olyan, mint egy jó ló. Nem akar, nem megy. Egy tapottat se. Nem, tehát én vinném inkább a svédet, a németet, hagynám az angolt. Nem kell az angol a senkinek, gyerekek. Nem jó autó az, higgyetek el. Higgyetek az X6-osokat. Az a baj, hogy már eleve, hogyha az autónak a márkáját elkezdik olvasni, akkor azt akkor rögtön látják, hogy NATO kompatibilis, mert úgy kezdődik, hogy Ranger. Na most lesz. A Honvédségnél mi a terepjáró? Tehát neked van egy egyterügy, van egy hétszemélyesed, van egy családi autód, van egy Volkswagen, tudod, amikor oldalt megy az autója, és az már terepjáró? Tehát előfordulhat, hogy kis család megy a Balatonra, hátulül a pöttyös labdával a gyerek, oda jön horvátzászt, és kiszállít az M7-esre, állsz a hold alatt egy gumimatracca, két pöttyös labdával, meg három piroska szörpel. Na, menjünk, gyerekek, és azt látják, hogy apának az autójával valaki elhajt. Téged meg ott hagynak az M7-esre, amikor mentél Zamárdiba mulatni az időt. És a dologból, amikor megjelenik jobbról egy kis Volkswagen mikrobusz, rögtön azt hiszik, hogy terroristák és tűzparancsokat. Közben meg csak egy horvát főtörzs jött meg az egyik lefoglalt gépjármű. Na jó, hát érdekes dolog történik. Az ember itt kiteszi a lábát, komolyan mondom, másfél hétre, és arra jön vissza, hogy görcsben áldul a gyomra az ajánlott levelektől. Hogy lehet, hogy már autóm sincs délután. Hát lehet, hogy már mire hazamegyek, nincs autóm. Érted, hogyha lesz egy olyan világ, a feszültség, és ötleg, amikor tényleg szükség lesz majd ezekre a különböző civil javakra, hát akkor simán előfordulhat, majd jönnek ott majd. Hogy hívják, rájuk ütözve az oldalukra, mit tudom én, egy párna, hogy ne fázzon a derek a Honvédnak, a fején egy Hello Kitty sapka, mert van rajta fülvédő. Érted, minden? Összeszedtük ezt is. Nagymamám nekem mesélt, hogy arra, amikor jöttek az oroszok, akkor sajnos a szép lányokat bújtatni kellett, ugye, mert hát sajnos kiéhezettek voltak, hát és ugye nem tudtuk őket megvédeni, el kellett bújtatni a szép lányokat, elvitték a húst, elvitték a lovadat. Attól függ, melyiken kérdezik. Mert egyébként ugye a csuklójától egészen a válláig tele volt karórával. Elvitték a lovadat, elvitték a húst, az élelmet, amit volt, azt elvitték, és azt egyszer nem is tudtál nagyon mit csinálni. Háborús helyzet volt. Elvitték hát ez a húst, elvitték a lovadat, ki mire gerjedt. Kinek mi kellett? Igen. Csak. Jövő héten listázzák a disznókat. Utána már csak feketén lehet majd vágni. A terepjárókon általában mozgáskorlátozott kártya van, csak nem veszik el egy rokkant autóját. Ez a megoldás. Végre leszámoltunk a rokkant kártyával. Végre leszámoltunk a szlovák rendszámmal. Mi lesz most, visszatér? Ki miatt a Honvédség? Így van. Nem így van? Persze. Minden terepjáróban hát ott lesz újra a rokkant kártya. Így lesz. Hát mikor mire lesz vagy szükség, érted? Aknamentesítésre elhagyják majd a lábas országot, ez a Malinovszki-féle módszer. Igen. Érted. Sajnos egy nagyon durva aknamező haladunk át, szükségünk van ezer malacra. Hajtsátok rá disznókat. Mégse küldhetjük rá a hazánk fiait, ezért menjenek a malacok, és elviszük a tehenet is. Igen. Nyugi Balázs, Robert nem visznek, nem bírja a Honvédség a költségvetésre. A szervizelés felszérte nekünk. És a hiteles autót addig fizeti a Honvédség? A hiteles autót? Igen, aki ez egy jó kérdés. Vette. Ez egy jó kérdés. Elviszik, és azt mondják, hogy akkor 2 hónap múlva hozzuk vissza körülbelül, vagy addig. Akkor az megvan, ahogy ültök azért az OTP-be ketten egy ismeretlen zászlóssal, és várjátok, hogy a 26-os számra átírathassátok, akkor hogy hova menjen a test? Hova menjen a kis sárga csekk? Mi jövünk, mányos a szám, 110, akkor gyere már, írd már alá te is, akkor ti kapjátok a csekket, ne én kapjátok. De tényleg, hát az eszem meg. De mennyire korrekt, hogy betelefonálsz majd tényleg a lizére, a hat kiegre, vagy pedig a főparancsokságra, és akkor kéred, mint tudom én, hogy biztos van ilyen, vagy nincs, mindegy, csak blöffölök, Bonyhádi vezérőzöldös úr, és akkor a vezérőzöldös úr, megjött a súlyadó csekkem, most akkor maguk fizetik, vagy én fizetem, mert hogy esedékes lenne, akkor most a maguké, vagy az enyém az az autó. Elképesztő. Egyébként elképesztő. Igen. De szerintem egyébként az a fontos, egyébként pedig szerintem egy teljesen jogos kérdés még, hogy lesz egy csere jármű vagy sem. Na mit kapok? Na. Kapok egy régi T34-est, ami 100-on eszik 100-at? Nem, pontosan vagy, ugyanúgy. Vagy kapok egy Zilt? Igen. Vagy mit Zilt. Vagy kapok egy Lada Nívát majd a Honvédségtől? Tehát az a durva, hogy a Honvédség csak rosszabbat tud adni, mint amit kér. Ugye? Tehát mit tud adni?
mit hát kapok egy kibelezett AK-47-est, nem megnézik a sormatonai szolgáltató lőttek 8-at. Körülbelül ugyanazokkal kondíciókkal, érted? Tehát, hogy nézze, azt nézem, hogy igen, Robert, jó, annyi szervizköltség, fogyasztás, kap egy T-72-es pont kompatibilis. Ugyanannyit teszik. A fenntartási költsége pont annyiba kellene, és ugyanannyit teszik számára. Mondjuk azzal menő leszek az utcában. Képzeld el. Bali, hülye, hülye, megint 4-kor indul a rádió, vagy 6-ra beérjen. És igen, és eldübörögsz az utcá. Ki ez? Csak a Bali megy a rádióban. Így van. Ne törődjetek vele. Elment a Bali a rádióban. Bocsi, megy ki reggel a Népszabiért. Na mi a Gábor? Mi? Cumi, mi? Ki a menő? Hello! Elvitték a Mercedet. Mi Gabi névre, nekem viszont adtak egy tankot helyette. Oda ne pörköljek, aztán át a szomszédba. Lőjek kettőt! Ja Istenem, hát most elmegyek délután a postára, átveszem az ajánlott leveleket, hát nagyon igen. Kíváncsi vagyok. Szóval, ha reggel kell érted menni. Hát a Honvédség írt, akkor reggel behozom a levelet. Akkor behozom, mert felolvassuk. Felolvassuk. És utána megkezdődik az autóbújtatás. Elrejtjük az autót, leparkolok egy kicsit nálad, tehát akkor elkezdem elrejteni az autót. Drága hallgatók, ha kaptatok esetleg ilyen levelet, küldjetek már el nekünk, vagy hívjatok már fel bennünket, vagy írjatok már egy SMS-t, és visszajunk. Ha van olyan hallgató, akinek már jött ilyen levél, hogy ez valóban létezik-e, vagy ez most csak egy ilyen bedobott dolog azért, hogy a magyar lakosság hergelje magát, és ne figyeljen oda számos más dologra, ugye? Ezzel hergeljük a jó népet, hogy van-e olyan hallgatónk, akinek már tényleg jött ilyen levél. Hát nézzük meg, hát ha találunk egyet. Ha egy sincs, akkor az is jelent valamit. Akkor megint csak ijeszgetik a jó népet közben, nem? És nem valós a dolog. Nem visznek el. Ez egyfajta figyelemelterelés. Hogy kikapott már ilyen levelet, és ha kaptatok, mi volt benne? 555-55-00. Írjatok már nekünk egy SMS-t, vagy hívjatok már föl bennünket, csak hogy kielemezzük a levél tartalmat, hogy mégis mi a fene van benne. Nagyon kíváncsiak vagyunk. Nektek nem kell félni, tehát szép, hogy mosolyogsz. De milyen nem, jól hát szórakozol ezen. Figyelj, én azt szórakozok, de nem. Én picit attól félek, hogy ugye meg fogják találni a funkciót, érted? És akkor ilyen tényleg egyszerűen fedezék lesz, majd beépítik valami sáncba. Vagy én nem tudom mi. Érted? Mögé állnak ötel. Arra jó lesz. Igen. Honvédségi Uber? Lehet, most igen. Csak ott nem úgy viszik, vagy olyan veled visznek, érted, hanem csak az autót. Megpróbálunk, csak ki kell hordani majd őket a frontvonalban. Megpróbálunk meg, a honvédsége nem egyszerű egyébként, meglehetősen nagy a rendszer, és nagyon bürokratikusan kell őket megtalálni, hogy valaki nyilatkozzon. Meg nagyon hosszú a körülmények, a válaszok, és nem hiszem, hogy befejeznénk 10-ig. Azt én sem gondolom, hogy valakit tudunk találkozni, de holnapra hol találni, de holnapra megpróbálunk valakit megszólaltatni az ügyben, aki illetékes, és nem passzol le bennünket, hogy mondják már el tényleg, hogy mire gondoltak. Hát valaki szólaljon meg az ügyben, megpróbálunk valakit keresni, megkérdezni, hogy mégis mire kell az autó. De adáson kívül, mert hogyha betelefonálunk a honvédség, akkor biztos az van, hogy előtte meg kell hallgatnunk a Radetzky marsot az autómat. A kapcsolásig hátra 4,5 óra. Mi van a te BKV bérleteddel? Azt nem vihetik el? Az én bérletem? Hát az mekkora csapatszállító? Hányan férnek el egy buszra, egy kékre, 80? Jó napot kívánok, Manu! Az információink alapján maguknál van még 4, azaz 4 darab vonaljegy, lefoglalnánk ahhoz a szolgálatát. Igen. De elhallgatok, írjátok meg, tessék, mondjuk titelezzük fel, hogy mindenki autójára szükség van, mit ajánlotok fel cserébe, jó? Bizniszeljünk, győzzük meg a honvédséget, mint egy jó Jedi trükk, nincs szükség a mi autónkra. Ellenben adunk valami más. Ki mit tud felajánlani, jó? Nézzük meg, háborús helyzet van, a kocsithoz ragaszkodsz, mit ajánlasz fel cserébe, írjátok meg nekünk, jó? Ki mire gondol? Mivel kötne egyességet a honvédséggel, hogy próbálná őket elterelni attól, hogy ne vigyék el az autóját, mégiscsak kell. Jó, mit ajánlanátok föl? Itt van egy jó kasz, aki egyenesíthetik, ha gondolják. Háromnegyed 8 lesz pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye érdekes hírről beszélgettünk, én ezzel csak most szembesültem, amikor hazajöttem, és kicsit remekbe megyek majd délután a postára. Jött-e levél a Magyar Honvédségtől, mert állítólag, hát én mindig hozzáteszem, hogy állítólag. Tehát aztán egyre többen írják, ez nem csak állítólag. Ugye levelet kaphatnak egyes jármű tulajdonosok a Magyar Honvédségtől, hogy nyilvántartásba veszik a kocsiját, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezik, és mikrobuszokat, teherautókat, terepjárókat listáznak. Ha egyszer a honvédségnek erre szüksége lesz, akkor a tulajdonos nem tehet más, mint átadja a sluszkulcsot, és ez még eddig nem történt meg a tárca szerint, viszont bármikor megtörténhet. Most belistázzák a te kocsidat, ugye már átveszed a papírokat, visszaküldöd, és holnap után egy katonai ruhába öltözött csávó, ahogy te hajtasz ki a garázsból odáll, hogy jó napot, Sebestyénről jöttem a kocsiért. Mit fogsz csinálni? Átadod? Hát persze. Csak mondom, hogy ne vegyél rá matricát, mert nincs rajta basszus, és nem fogok fizetni esetenként 15 000-et. Jön megint az M1-es. Mit csináltak az M7-esen? Mi megy az M6-osról? Hagyjon meg már 15 000-es ügyetésen. Vegyetek már egy ízét, megy a matricát, basszus. Legyen kedves, már ne hajtsanak, már tényleg csak másodrendű utokon menjenek, már most már tényleg a harmadik volt.
csekket kap. A rohadt csekket, gyerekek, valaki most már csinálja, amit értem a honvédséget, de legalább egy rohadt éves matricát vegyetek rá. De na. Képzeld el reggel, ahogy ülsz az autóban, és megy fel a garázsnak az ajtó, és kint állnak ilyen, hogy hívják, ilyen álcázó festékkel lekent ilyen izék, ilyen kommandos. Segítetek, srácok. Jöttünk a kocsidél. Na van egy hallgatónk, aki kapott már ilyen levelet, mert ugye kértük, hogy telefonáljon valaki, aki tényleg kezébe fogott már ilyen levelet, és esetleg lajstromba vették az autóját. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Zsolt vagyok. Hello, Zsolt! Na, ti már kaptatok akkor ilyen levelet ezek szerint? Igen, a cégünk, a főnököm a múlt héten beszélgettünk vele, és azt mondja, nézzétek meg, mit kaptam a katonaságtól, még röhögtünk is rajta, mert hát ugye 60-hoz közel van, mondom, hát most akarnak téged bevinni, és azt mondja, hogy nem, hanem, és akkor elolvastuk a levelet, hát valóban arról szól, van nekünk egy kis buszunk, egy transport, ez kis busz, ami 9 személyes, és azt a lajstromba szeretnék venni, tehát erről kértek tájékoztató adatokat, tehát ők valószínűleg tudták ezt, mert, tehát hogy milyen gépjármű ez, mert ugye nekünk küldték ki, de hogy milyen állapotban van ez a gépjármű, hogy erről nekünk adatszolgáltatást kell feléjük nyújtanunk. És ugye ez minden év márciusig ezt meg is kell tennünk. Tehát ez nem csak arról szól, hogy egyszer megteszed, hanem minden évben nyilatkozol erről. Azt a minden. És akkor ez létezik ez a dolog. Konkrétan beleírták az autó típusát? A típusát ugye a rendszám alapján meghatározták, hogy megmondták a rendszám, vagy írták a rendszámot, és milyen típusú gépjármű, és ez érdekelné őket. Tehát mi azon derültünk ki, ott, hogy ez nekünk egy X-edik gépkocsi, ami olyan állapotban van, hogy éppen nincsen fölbakolva. Ezt vigyék nyugodtan. Hogy azért megnéznénk, hogy meddig jutnának el, talán az utca végéig, és akkor nagyon nagy bajban lennének, de hát... Igen, nekem is van barátom, akinek fuvarozó cége van, ő elmondta, hogy 13 autóját már lajstromba vették, és 3 autóról pedig folyamatosan jelenteni kell, teherautókról van szó, hogy milyen állapotban van. Hát a teherautó az még azért valamennyire talán indokolható, hogy az kell, visznek vele, szállítanak vele dolgokat. Itt az X6-osok, a Volvo terepjárók. Ilyenkor megkérdezném, hogy akkor miért adták el? Tehát én elhiszem, hogy fenntartani nagyon nehéz az autókat, de akkor nem kellett volna talán nulla értéken eladni a gépkocsikat, és akkor most nem kéne lajstomba menni semmit. Hát melyik. Igen, de azért ezek mégiscsak jobbak, hát valószínűleg érted, azért ők is a minőséget próbálják. Nálatok lehet, hogy volt egy ilyen mellényúlás, de lehet, hogy a többi gépjárműre be van írva például az, hogy nem dohányzó, első női tulajdonos. Garázsban tartott, akkor veszélyben van a kocsim, az enyém garázsban tartott, kevesen futott, nem dohányzó. És női tulajdonos. Női tulajdonos, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Na, nagyon sok hallgatunk ír SMS, mert kérdeztük ugye tőletek, hogy ha mondjuk ez a dolog megtörténik és kiterjesztik minden autóra, nem csak terepjáróra, mikrobuszokra, teherautókra, akkor ti mit ajánlanátok föl cserébe, hogy ne vigyék el az autót? Hát ez mégis mindenkinek a magántulajdona kell, megdolgoztatok érte. Adózott pénzből vette az ember, hát adjunk valami más, ne vigyék már el az autót, drága honvédség. Ki mit ajánlana föl? Nagyon jó SMS-ek írtek. Vihetik az asszony meg a fiátom. Tökéletes kombináció, mindkettő állandóan rossz és drágája. Bram küldte nekünk. Ha elviszik az autód és összetörik, ugrott a bónuszod? Vagy ráverik a gépkocsi vezetőre? Jó a kérdés. Az is tényleg. A következő autódnak a felelősségbiztosítása az duplája lesz. Én egy 18 éves működőképes kemping biciklit ajánlok fel a honvédségnek. Egy kerékpáros százalot simán fel lehet állítani. Igen. Autót nem tudok hadsereg rendelkezésére adni, de van egy piros-kék pálma márkájú gumimatrac, a 80-as évekből azt vigyék a normandiai partraszállásnál újra nagyon jó lenne. Igen. Azt mondja, hogy felajánlanom a honvédségnek a barátnőmet, nem kérném vissza, garantáltan térdre kényszeríti a főszél az ellenséget, ha kicsit piszkálják, akkor már a hangja nyárderekán költözésre kényszeríti a fecskéket is. Képes órákat feküdni mozdulatlanul, így álcázni tökéletesen lehet, és tökéletesen tetteti magát halottak is. Mikor vihetem? Dave kérdezi. Ő a barátnőit ajánlaná föl. Nagyon jó. Én is kaptam levelet a honvédségtől, sőt, nálam kivonultak szemlére venni a járművet. Igen. Megnézik, igen, a barátom is mondta, hogy kijöttek a teherautókat megnézni. Oh, igen, csak bújtatni kellett az autókat. Az mi? Bújtatod a teherautókat. Nincs bent, fuvar van, messze van, kint van, nincsen semmi. Nem az a telep. Ne, rossz helyre jöttek. Kijönnek, megnézik. Felajánlom a talicskámat a honvédségnek. Ez is csapatszállító, mert ezzel viszem a csapatot a kocsmából haza. Mikkel küldtenek. Én az anyósomat ajánlanám föl, ha beindul, többre mennek vele, mint a terepjárók. Mama minden dózerol. Igen.
Az autóm helyett vihetik a férjemet, a kocsival legalább lehet vásárolni. Üdv, Brigi. Igen, Jani, ne örüljél nagyon, mert annak idején apukám Szegeden volt katona egy kerékpár századnál, még te is kaphatsz ajánlott levelet. Drága vadon úr, szolgáltassa be a kerékpárját. Igen. Van egy háromlábú kutyám, felajánlom, aknakeresőnek. Fecó Komáromból érte, szegény, igen. Inkább az asszonyt vigyed, mint a kocsim, főtörzs. Három hetes viselt zoknimat ajánlom biológiai fegyverként, hidd el, higgyetek el, működik, Manol küldte nekünk. Hugom pasiát nagyon szívesen felajánlom neki. Ugye? Ott is van egy szeretet. Van egyfajta szeretet, igen. Nekem a belügyminisztérium küldte SMS-ben, a honvédség elvitte a terepjáróját, üljön át egy másik gépjárműbe. Igen. Szerintem valaki olcsón szuvokat akar venni, és leverik az árakat. Jött ez is, mint összeesküvés elmélet. Igen. Időben szóljanak, csak hagyd tankoljam meg, és le is moshatom. Ennyit kér egy hallgató. Igen. Na, hát ezek az SMS-ek. Ezek az SMS-ek jöttek. Köszönjük szépen. Hát itt a kompenzáció. Jó a felvetés. A kompenzáció. Igen. A kérdés, hogy mivel, hogy legalább valami névlegesen, valamilyen szimbolikus dolgot, tehát hogy mit tudom, hogy például egy nagyobb cégtől lefoglalnak egyszer mondjuk 20 kamiont, akkor annak legyen a neve onnantól kezdve mondjuk első Waberers gépesített Anna. És mennek a Waberers napocskás kamionok felgépfegyverezve. Igen. Jó. Megpróbálunk valakit keresni, hát nem örülnek azért ilyen gyorsan ezen malmok, ugye, de hol napra a sajtóosztálytól valakit. Ahol hát csak nyilatkoznak nekünk. Hát egy országos persze. Rádió vagyunk, nem? Hát csak nem persze. Utasítani kell bennünket. Hát azért ez sokakat jó érdekel. Jó a kapcsolatunk. Úgyhogy ráadásul Honvédségek jóban vagyunk, így van. Voltak nálunk többször is, képviseltették magukat, és sajtóosztályról valakit megpróbálunk valakit keresni. Meghallgatja 20-szor egymás után a Radecki marsot. Igen. Valaki csak annyit ír, gyerekek, az én kocsim olyan szar, hogy szívességet tenne vele a Honvédség. Köszönjük az SMS-eket. Mi kellhet még a Honvédségnek? Minden. Mert azon gondolkoztam, hogy most ugye minden. Azt oldják meg, hogy nincs autójuk. Hogy ha nincs még valami, akkor mi a következő? Hogy ha nincs kajájuk, akkor add be a 20%-át a spejtnek. Ha nincs ruhájuk, hát, akkor a cipő. Rákérdeznek majd, hogy igen. Hogy köszönjük szépen a tyúkokat, a disznót, a kis buszt, és hogy esetleg nincsen egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk, igen. Vagy egy roboró fejtnöm, arra na. Is szükség. Illetve használhatnánk el a wifi-t, mert kecskeméten nincs internet, basszus, a laktanyában nincs internetünk, letölteném a leveleimet, kicsit felcsatlakozhatnék a hálózat. Nem lenni. 3-4 rakasszal. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mi volt ez a balett előadás, ahol nem lehetett látni a balettot? Ezt mondjátok meg nekem, én erről később értesültem. Állítólag baromi nagy közfelháborodás van, mert rengetegen elmentek ugye egy balett előadásra, és senki nem látott az egészből semmit, hát olyan rosszul volt. Ez így ebben a formában nem igaz, mert viszonylag sokat láttak, inkább úgy fejezni ki magukat, és valószínűleg a sajtos is ezt mondja, hogy nem igaz, hiszen elég sokat lehetett látni a balettáncosokból, kb. Deréktől fölfelé. És a kézmozdulatoknak jelentős szerepe van a balettban. Ne becsüljük le a kézmozdulatokat, meg a kezeknek a szerepét. Ugye a budapesti kongresszusi központban volt az orosz balett előadásában a hattyúk tava. Aha. A hattyúk tava. Igen, a Málenki ugribugri lépett fel. Málenki ugribugri elment. Le a kalappal azok előtt, akik erre eleve elmennek. De komolyan, aki szereti a balettet, az én áhítattal nézek rá. Tényleg. Komolyan mondom, tehát hogy minden elismerésem. Azért érdemes elmenni, hogy nézni egy balettet. Mi ez? Tehát, hogy miről szól? Tehát hattyúk tava. És gyakorlatilag minden világirodalmi klasszikust el tudnak táncolni. Ez is nagyon érdekes, ha belegondolsz. De nem viszed el a fiadat egy diótörőre. A Beni 6 évesen még nem látta a diótörőt. De van a gyereknek nagymamája, és erre nagyon jó, hogy elvitte. De pont most voltak egyébként karácsonykor. Ilyet mondani gyerekek, nem? Mire? A húsvétot meggyalázod, a sonkát, most meg a balettot. Hogy tudok azért, mert balettet. Én ilyen szókimondó vagyok, mindenből én rosszul kijönni, mert nem szeretem a balettot. Szőrös lábú, vékony férfiak, nagy darab, nem szőrös. Ilyen brével ugrabugrálnak ott egy ilyen kis tűtűben, érted? És én azt nézem két órán keresztül, én se nem értem, se nem szeretem. De én nem tudtam, hogy a Feri szeretem egyébként a balettot. Hát én azt hittem, hogy a Feri számára, mint törzsükes vidéki fiúnak, mondjuk a diótörő, az a férfi bicikli. Az magtörő. Vagy magyaró. Én nem olyan szeretem a balettet, én rosszul vagyok tőle. De én nem vagyok elég intelligens lény ahhoz, hogy felfogjam, hogy micsoda komoly alakítások zajlanak. Nem értem magát a táncot, nem szeretem, nem kedvelem. Hát most ezt én bevállalom. Én sportnak én rosszul tartom. Vagyok a balettól. Én egy sportnak tartom. Milyen sportnak? Baromi szépen mozognak. Emelgetik őket, ugrálnak, tök jó felépítésűek egyébként. Furák. Az arckifejezések azok furák, tehát hogy nem ehhez vagyok szokva általában a sporttevékenységek közben, hogy valaki ilyen arcot vág hozzá, ilyen átszellemültet. Hát szenvednek, hogyha kell, így van.
azonnal is mosolyognak. A sport részét, vagy a mozgás részét, azt nagyon-nagyon kultivál. Picit fura egyébként a hacuka, mert hogy... De az is megvan, hogy ti ketten az acsikat nézitek, hát gyönyörű balettos lányok ugrálnak ott. Nem, most aranyos, hogy gyengés belekevert az előbb, mi csak Balázs nézte az acsikat, most már ketten, nem nézem az acsikat, ketten csak ülünk a zsőjében fönt, igen, átölelve egymást, és mind a kettőnél van egy ilyen aranyozott nyelű, ilyen lornyon, és az acsikat nézzük. Most így képzelni minden hallgató, életemben nem voltam még balett. Na ez a baj. Látod, hogy úgy mondasz valamiről véleményt, hogy még soha nem voltál balett előadás. Láttam már. Hát, tehát, hogy amikor kapcsolgatom tévét időnként, belakodok én is ilyen izébe, hagyjuk tavákba. De állítok, baromi nagy felháborodás volt, de elment, és a deréktől lefelé semmit nem láttál. Na most azért az a balettnál elég fontos, igen, hogy mindenki, hogy ki volt akadva. Ki, hogy emelgeti a lábát. Skandallum, skandallum, mennyi pénzért. De várj, most komolyan mondom, ott ülsz 20 000 forintért, és nem látod a balettesek lábát. Azt látod, hogy felsőtestek táncolnak, és közben fejek pedig ugye bele rondítanak a képbe. Hát nem túl szerencsés. 25 ezer volt. 25 ezer volt a legolcsó, tehát 15-25 ezer jegyért. Azért hát vannak az embernek hibája, az egyik az, hogy mondjuk szeretné látni az előadást. Azt lenne a minimum, hogy 12.500-öt visszaadnak, nem? Mert csak fél ember van. Ja, ja. Na most ezt valaki nem döntötte el előre, mert ez ugye a helynek a sajátossága, hogy úgy van megcsinálva a nézőtér, hogy nem látsz föl a színpadra. Hogy ezt senki meg nem nézte előtte, hogy ez alkalmas de, arra, hogy itt több napos volt az előadás, és a vasárnapi előadásra már írtak az emberek kommenteket Facebookon, hogy vigyen mindenki ülésmagasító. Az megvan, az hogy állsz a 25 ezeres jegyel, és fogod a kis párnácskádat, hogy lássál valamit a balettban. Jézus. Az micsoda, ez az ülésmagasító, ezt nem adom oda, ezen fogok ülni, aha, meg a nagy is, hogy lássa a balettet. Ez belépeget balról jobbra egy, hogy egy szobafestő mázol egy ilyen 20 fokos létát. Hogy látni. Elolvasom a kommenteket, egészen megdöbbentő dolgokat írnak. Sajnálatos, keserű mód, keserű szájézzel kellett távoznom a gyönyörű előadásról, és nem az előadók tehettek róla. A földszinti ülőhelyekről csak deréktől felfelé lehetett látni az előadókat, ami egy kabari esetében nem rossz, hiszen azt hallgatni kell. Írja valaki. Azonban egy balett előadáson szeretnék látni deréktől lefelé is, hiszen a lábmunka az egyik legfontosabb része ennek a műfajnak. Egy igazi hozzáértő. Egy igazi hozzáértő. Egy balett kedvelő. Valaki azt írja, hogy a varázslónak konkrétan pocakja volt, ami... Jó, már messze mennek. Ez már az őrszálhasogatás. Amivel nincs gondom, hanem balettáncos. 10 perc után kijöttem, hogy reklamálják, mivel nem láttunk semmit. Bal 9. sor 3-ast igyezték. A jegykezelő hölgyek betettek minket középre, hátra, pócékre 14 ezerért. Aztán az első felvonás után oda mentem az információs pulthoz, és visszakértem a jegyárát. 10 perc várakozatás után megjött a szervező, és némi egyezkedés után korrektül visszaadta a pénzt. 7-8-an reklamáltak. Ők visszakapták a pénzt. Ők voltak a bátrabbak. Igen. Akik elmentek reklamálni. És aki most reklamál, ő már nem kap vissza, tehát ennyi idővel utána igen, már nem. Hát. Ha elmész egy négytagú családdal, mert ugye a kultúrának adózol, nem úgy, mint egyesek, elviszed a két gyerekedet. De hogy viszem a gyereket, nem akarom, hogy megálljon a növésben, nem viszem balettre. Nem áll legyen meg, egészséges, nem. Szép, felnőtt, szeressen művészetre nyitott. Nem, tudod? Isten őriz, nem. Én szeretem azt a gyereket, én nem akarom kínozni. Én minek menjek, amikor átlagos magasság emberek is csak deréktől fölfelé látják őket. Én itt látom volna belőt, ahogy így emelkednek a szemöldök. Figyelj, négy embernek az majdnem 100.000 forint. Igen, Jézus. Egy másik komment. A varázslónak konkrétan pocakja volt, ezt mondtam, amivel nincs gondom, hanem balettáncos. Igen, írj egy másik, hogy a kutyám nagyobbat ugye, mint az ő balerinájú. Képtelen voltak együtt táncolni, a kövér varázsló röhelyes volt. Tehát a kövér varázsló már lehet, hogy próbálta menteni, ami menthető. Nem, és ő beugrott gyorsan. Ő egy kellékes volt, egy díszletes, csak mondta, hogy akkor dobjuk fel valamivel ezt az előadás. Hozzátok a kövér varázslót, az mindig bejön. Menj már, gyorsan. Ez megvalott. Ezt a kis csillagos üveget. Na, itt egy pálca is. Na, szaladja, te vagy a varázsló. Világosító vagyok. Menj be, Karesz, menj be, basszus, baj van. Karesz bement, táncolt valamit. Csak nem tudott nagyon ugrálni. Ő volt a kövér varázsló. Zavart egy picit a pocak. Van egyébként, Feri, te vagy a nagy balec, aki van kövér varázsló? Persze. Igen? Persze, a szerep megkívánja, igen. A műértő, a szerep megkívánja. Az kérlek, az műpocak. Az műpocak. Műpocak, csak a szerep véget. Nem, minden elismerésem az orosz baletti, mert erre nem ők tehetnek nyilván. Ja, tehát erről rossz helyre meg hozták. Hát ez a kongresszusi központon hátrafelé lejt a sor, akkor basszus. Hát akkor az sajnos építési hiba, hát az nem az orosz balett hibája. Hát ők eltáncolták a kövér varázslóval ide vagy oda, amit el kellett, csak hát nem lehetett látni. Nem olyan, mintha rajtunk kicsit élegátok ülnek. Eljön az orosz balett, mennek a műjöttek, és basszus fel. A világon minden, ha óriási tömegeket van, az imádják, fantasztikus, csak kiejtik a nevüket, és abban a pillanatban térdre hullik minden művészetkedvő ember, például Rákocik, és... Ja, amikor Ferinek könnyű, hogy mindenhonnan mindent lát. Tehát ő beül az utolsó sorba, érted? 1.90-nel beülsz, hát most érted. Ő gödörbe ültetik. Ő látja a súgót is. Vagy az nincsen? Balettán nincsen súgó. Nem, őt a súgó. Őt ültetik a súgójukba. Két bal, egy jobb. Igen, téged ültetnek a súgóba egyébként. Na, drága hallgató. Pocsak be!
kövérvarázsló hogy van oroszul? A súgó mit mondhat a kövérvarázslónak? Húzd be a hasad oroszul. Kövérvarázsló, húzd be az. Na, ha valaki volt, ott telefonáljon már be nekünk egyrésztről, hogy elmondja, hogy milyen volt. Kettő, hogy nyilván mindenkinek van egy ilyen előadás, egy ilyen koncert az életében, amikor azt gondolja, vagy úgy érzi, hogy igenis megérdemelni, hogy visszafizessék az árát. Írjátok meg nekünk, hogy mi volt a legkiábrándítóbb előadás, jó? Ez lehetett tényleg színház, koncert, bármi, amiről úgy jöttetek ki, hogy atya úristen, nem ért meg 5000 forintot, itt meg aztán tényleg nagyon sok pénzről van szó. Hát ez itt ez egy kétfős családnak, ez 50000 forintjába került, hogy lássa, hogy ott tűtűznek láb nélkül, fura kövérvarázsló. Nem? Tehát ez egy nagyon sok pénz, azért 50000 forint. Tehát mi volt olyan, ami kiábrándító volt, de ez lehet akár egy világsztár koncertje is, tehát tényleg elmentetek, nem tudom, egy Rolling Stones koncertre. Londonban hamis volt, rosszul énekelt, leesett a színpadról, részeg volt, nem tudta, hogy hol van, és úgy éreztétek, hogy át vagytok vágva. Á, Rolling Stones-on sose volt olyan, hogy valaki ívott. Nem? Á, dehogy. Azt nehezen tudom elképzelni. Ugyanígy nem láttuk a Flatlit sem, mert hátrafelé lejtett a nézőtér. Na, én például erre gondolok. A lábmunkának van egy hát szerepe. Ott még talán még inkább, mint az orosz balettnél, mert ott végig hátra van téve mind a két kéz. De a Flatley hol volt? A Flatley talán még a Népstadionban volt, amikor itt volt, nem? Ha azt nem láttad, akkor... A Népstadionban. Igen, a Flatley, én még voltam Michael Flatley koncert, én nagyon szeretem a Flatleyt. Ő a Népstadionban volt, tudom, de rosszul vagy tőle. A képpuska lábútól. Kopogjál már egy másodperc, ad 60-at a lábaddal, a kis cipőcskétbe, állj már föl ide a pultra, aztán a kis tiszta cipődbe kopogjál. De tényleg, ez a művészet, a sebesség, hát a kifinomult mozdulat, az nem érdekel, csak a sebesség. Ha válaszolom kire, hogy Michael Flatley vagy orosz balett, hát akkor inkább a Michael Flatley. De azért 5 perc alatt megunod, hogy még mindig kopog. Ugye, ez nem csak kopog, ott közben táncolnak. Igen, ez mi ez? Persze, bejön valaki, és ezt csinálja másodikban. Guinness rekord, én nagyon bírom, meg nagyon tetszik, meg nagyon jó, de hát 5 percnél tovább egyszerűen képtelen vagyok nézni. Bejönnek, pattognak, mindenki vigyorog. Megy a hülye hegedű szó. Nem mindenki pattog. Néha például balról jobbra emelik a lábukat, aztán jobbról balra leteszik, és akkor ilyeneket látsz. Egy ember pattog, 5 ember pattog, 10 ember pattog, aztán kimegy öt, megint kimegy öt. Szeretnél te olyan Magic Bika lenni a színpadon, ahogy Magic Bika? A Magic Bull. Ahogy Michael Flatley oda bejön, és ott a csajok olvadoznak. Tényleg, sikongatnak. Elvigyelek egyszer. Már nem táncol az Nem, már az előbb is érted, már az előbb is együtt zacskókat néztünk az orosz balettel, utána elmegyünk együtt Flatley-re, ebből tényleg összeköltözés lett. Valaki, aki azt írja, ott volt, hogy nem akar beszélni, de hogy orosz balettnek hirdették meg, és ukrán másodosztályú táncosok voltak, nagyjából így kellett ezt az előadást elképzelni. Na, drága hallgatók, egyrészt telefonáljon, aki ott volt, meghallgathassuk, hogy mi volt. Kettő, tényleg írjátok meg nekünk azt a kiábrándító színházi élményt, koncertélményt, amire azóta se kaptatok magyarázatot, a pénzt nem kaptátok vissza, hogy mi volt jó, és hogy miért volt szörnyű. 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Elrontott koncert, színház és film élményekről beszélgettünk, mert ugye a napokban rendezték meg a mi ez? Még a nevét, a hagyjuk tavaly? Na most lett elegem ebből. Az albári, az orosz balett, az művészetes orosz balett sárba tipró megszólalásba. Igen. Szóval a hagyjuk dala című orosz balett előadást, és hát elképesztő felháborodás volt, kiderült, hogy a nézők ugye derékon alul nem láttak senkiből semmit, mert hogy úgy volt megcsinálva a nézőtér, hogy hát nem szerencsés ott balettet nézni. Na, és rengetegen írtatok nekünk, mert hogy kértük, hogy küldjetek el. Bocsánat, csak az átható öblítő szag, miért nem nagyon tudok más kezdek. Viszonylag nehéz. Te is feladtad. Takarítás volt tegnap itt a stúdióban, és picit erős a koncentrátum, hogy olyan koncertélményeket írjatok meg, amiről szívetek szerint vagy kijöttetek volna, vagy ki is jöttetek, vagy visszakértétek volna a pénzt. Hát rengeteg hozzászólás. És van egyébként szemtanunk is, aki ott volt ezen az ominózus előadáson, mert hogy ő nagy balettkedvelő. És elmondja rögtön, hogy mi is történt egészen pontosan. Találtam neked Flatley-t. Köszönöm szépen. Jó. Küld át. A hétvégén megnézem. Csak mondom, hogy mindjárt bejátszok neked. Na, jön a hallgatónk? Itt van. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Éva vagyok Vácról. Hello, Éva. Szia. Na, ott voltál?
Igen, ott voltam sajnálatos módon. Hát néhány élmény jó, egy páratlóság. Első között értünk be a terembe. A lányomnak hatalmas álma volt az, hogy ő láthassa a Hattyúk Tavát, és orosz balett, úristen, micsoda fantasztikus produkció. Hát első között mentünk be, és mondtam a hölgynek, aki ott állt, egy kis hostess hölgynek, hogy itt parom hideg van. És akkor közölte velem, hogy de teltház lesz, és bemelegszik. Mennyibe került a jel, csak hogy tudjuk nagyságrendileg, hogy... 13.990 forint plusz 800 forint kezelési költség. Hát plusz ugye voltak, hát akik több száz kilométerről jöttek. Tehát kettőtöknek azért ez egy 30 ezeres kis mulatság volt. Keményen belekerült egy 50-es beutazással, stb. Mindennel együtt. Na nem is ez a lényeg, hanem bementünk, szólt a jazz. Ez már egy picit furcsa volt, hogy egy komoly zenei, komoly előadásnál jazz zene szól. Oké. Elkezdődött, tehát... körülbelül semmi nem az volt, mint amit vártunk. Ez egy ilyen vásári Barbie komédia volt konkrétan. El szeretném mondani azt is, hogy a balett művészek, és ezt most nagyon erősen idézőjelbe tettem, piszkosul nem úgy néztek ki, mint a balettosokat, ahogy mi elképzelünk. Mesélj, Léci, a kövér varázslóról, nekem ő a kedvenc karakter. Arkadij Potterről. A kövér varázslóról nagyon szívesen mesélek, mert őt nem tudtam eldönteni, hogy tulajdonképpen mi akar lenni. Fekete hattyú, kövér varázsló, vagy Elvis imitátor. Nagyon nagy. Igen, vagy egy betolt kellékes, mert hogy a varázsló lemondta a koncertet fél órával a kezdés előtt, és Józsit betolt. Lehet, figyelj, és az volt a legdurvább az egészben, hogy ennek az Elvis imitátornak egyetlen jól begyakorolt mozdulata volt, amikor a félig felemelt karját kinyújtotta, és én mindig azt vártam ilyenkor, hogy elkiabálja magát, hogy produkció. Nagyon szeretem, Zsiri bá. Figyelj, konkrétan én azt gondolom, hogy ez az egész egy második osztályos balettiskolások fél éves vizsgaelőadásának tökéletesen megfelelt, egyébként viszont kritikán aluli volt. Tehát az, hogy a szünetbe a függőny lemenetekor, ami persze elakadt, mert működne normálisan. Nem mondtad, hogy elakadt a függőny. Jézus, elakadt Isten. A függőny, gyönyörűen be lehetett látni oldalt, lehetett látni a technikai személyzetet, és amikor egyszer a függőny elakadt, akkor beragadt egy mackós bát. Aki valami kellékes lehetett ott, vagy díszletrendező. Ez most már az egész olyan, mint valami nagyon trippes, ilyen nagyon durva amsterdami színház. Figyelj, én attól tartok, hogy ez nem a Hattyúk Tava volt, hanem a Hattyúk Tava paródia előadásra váltottunk igen komoly pénzekért jegyeket. Tehát reklamáltunk, gyönyörűen láttam az előttem ülő hölgy fejét, igazán egy felemelő érzés volt, de szóval nem tudom kifejezni a felháborodásomat, ugye megalakult egy Facebook csoport erre, és mindenki próbál bizonyos helyeken reklamálni. Sajnálatos módon, aki nem volt olyan szerencsés, hogy a szünetben vagy előadás közben fölállt és kiment és reklamált a jegyet, nekünk úgy tűnik, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy visszakapjuk a jegyárát. Igen, és ebben ez a szörnyű, hogy az ember azért sok pénzt fizet ki tényleg, és ráadásul balettet tényleg az megy, aki szereti a balettet, aki szeret színházba járni, aki szereti művelt. A kultúrát, aki művelt, aki műértő. Szóval, hogy a balettre tényleg olyan emberek mennek el, akik vagy nagyon mazoisták, vagy tényleg nagyon szeretik, és értik a kultúrát, és hát magas színvonalon szeretik azt nézni. A balettet nem szabad megcsúfolni, ott egy rossz mozdulat, és oda a varázs. Tehát a balett pont az, ahol mindennek nagyon tökéletesnek kell lenni. Figyelj, mi csodát vártunk, de a Hattyúk Tavából mi kaptuk az iszapot konkrétan, tehát óriási vagy. Atyaisten, és kivártátok, hogy hát ha jobb lesz? Mit csinál az ember? Vagy a felén azt, hogy gyere, lányom, menjünk, hát ez szörnyű, vagy majd azt gondolod, hogy hát ha javul? Bíztam benne, hogy hát ha javul, és egyszer csak mit tudom, én fölébredek ebből a rémálomból, vagy ők megrázzák magukat, és nem csak ez a produkciós mozdulat lett, hogy az összekapaszkodott táncosok nem egymást fogják lögdösni, tehát nekem ez megdöbbentő volt. Tehát én a lányomnak karácsonyra vettem a jegyeket, hogy egy olyan kulturális élményben legyen részünk, ami húha. És mondta neki, hogy kislányom, ezt felejtsd el, a balett nem ez. Ez nem ez, felejtsd el, elviszlek egyszer egy normális balett előadás. A szegény, igen, hát ő ezt várta. Figyelj, ahogy hazaértünk, abban a másodpercben elkezdtük keresni az operaháznál, hogy mikor milyen balett előadások vannak. Tehát még egyszer én ilyennek nagy valószínűséggel nem dőlök be. Nagyon remélem, hogy mások sem fognak bedőlni. Csak azt gondolom, hogy a szervezőknek is azért iszonyatos nagy propagandája volt ennek az egésznek, hatalmas reklámja. Tehát mindenki a csodát várta. Hát meg az oroszok, ugye a híres moszkvai, hát a bársai balett, hát nyilván mész. Persze. Figyelj, hát most kiderült, hogy ők nem oroszok voltak, de ezt még lehet az orosz balett. Én a kövér varázslót nagyon szeretem. Nekem ő a kedvenc karakterem az egészben. Nyilván ez egy baromi rossz helyzet, persze értem, de a kövér varázsló, őt oda bedobták. Ő nem akar táncolni, mondta, hogy nem, őt betolták. Neki egyébként volt egy szóló része Arkadij Potternek?
Széles szórózottan? Igen, a produkciós mozdulatok az mind az övé volt. Tehát az mind az övé. Azt a mindenit. És a színpadon Arkady Potter és Tanya Granger. Igen, de tudod, az volt a gáz, amikor konkrétan láttuk a hercegnek az arcán, hogy képtelen fölemelni a balerinát. De király! Úristen, most meg kezdem tudod, sajnálni, már azt láttad, hogy már az emelés előtt megvan ilyen, de hogy úristen, vajon fel tudom emelni, tudod? Hát nem, fölemeltem, gyorsan le is tette, tehát azért ez nagyon gáz volt. Atya úristen, de nem lehet, hogy az oroszok lemondták, és a szervezők meg azt mondták, hogy gyerekek, nem éghetünk be. Gyorsan odahívtak 20 embert, üzbék bábusokat, ukrán néptáncosokat, és próbálták menteni, ami menthető. Hát figyelj, hogyha kiírták volna azt, hogy betegség miatt az előadás elmaradni, talán az is kellemesebben érintett volna bennünket, mint ez a paródia. Igen. Egyébként a rossz látású viszonyokat vasárnap úgy próbálták ellensúlyozni, kérlek szépen, hogy kivetítőket helyeztek el. Na most azért jönnek ám a kommentek, hogy aki tévén vagy moziba akarja megnézni a balettet, az nem fog 14-15 ezer forintért jegyet venni. Raktak a színpad mellé. Igen. Atyaisten, nem volt nagy balett szakértő azért, aki ezt megpróbálta így elhozni. Hát most azt, hogy szakmailag mennyire jó vagy mennyire nem, az nem az én dolgom megítélni. Én, mint közönség, nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy csalódás volt. Hát reméljük, hogy egyszer sikerül eljutni egy jobbra. Vannak hát sorstársai, látjuk az SMS-eket, nagyon sokan ott voltak ezen az előadáson. Igen. Éva, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm a lehetőséget. Hello. Fú, de kemény. Igen, csak úgy át a betegségre hivatkoznak, akkor viszont ugye vissza kell adni a pénzt. Tehát az viszont nem jó. Az viszont nem jó. Nem jó biznisz. Lehet, hogy a táncosok elakadtak valahol a hóban, és csak a műszakért ide a díszletépítőpénk. Mindegy, mit csinál, csak mentjük meg az egész szegény Igor, meg a kis szaknyába próbálta menteni, ami menthető. Nem tudom, hogy emelni, nem tudom, próbáld meg! Basszus, világosító vagyok, leszarom, emeld meg! Nagyon jó, óriási. Na nézzük, mit érnek a hallgatóink, ugye a kérdés az volt, hogy ki milyen előadások koncertről kérné vissza a pénzt, ha tehetné, ki milyen szörnyűséget látott. Azt mondja, hogy egyszer voltunk a Nemzetiben, a Carmina Burana modern feldolgozásában, a táncosok fűszoknyában táncoltak, az első három sor fullatozott, azt már kőből rohomot kapott köztük én is. Ez jó. Rettenetes volt. Annyit te küldte nekünk. Azt mondja, hogy Faust az operában múlt héten 16. századi műiszonyat modern változatban, selfie-bot Faust kezében, golfpályán, főszereplők a diszkóban, mindez 15 ezerért, teljes elmezavar, így van. Azt mondja, hogy 4 éve voltunk a Szimában Michael Jackson tribute előadáson. Az imitátor olyan botrányos volt, hogy a közönség 30 perc után elkezdett hangosan felhördülni. A közönség soraiban volt egy színesbőrű táncosrác, aki elkezdett improvizálni, majd a nézők köré gyűlt. Mindenki őt nézte ki. Az legenda. Az mi? Az legendás. Megy a színpadi előadás, és bent a közönség. Igen, és volt egy irgalmatlan. A kis Jacko iszonyatosan mumbolkozik, és mindenki őt nézi. Mi jobb volt, mint az imitátor? Ennyi. Mi az, miért már ott hát? Hol ott? Ott? Nem. Gyere már, menj már közelebb. Gyere, nézd már, hogy gyere, király. A közönség éjjelzett, táncolt és énekelt a Jackson számukra, és a színpadnak háttal ünnepelt az önjelölt magyar Michael Jackson. De akik a hosszas e-mailezés után a jegyek árát visszakaptuk. A színpad mit gondolhatott, hogy nagyon nyomod, és azt látod, hogy egy kicsi lett letáncolt téged? Hogy kicsit előrébb jössz, meg tudod, elvakítanak a lámpák, hogy így eltakarod a szemed, és nézed, hogy mi történik ott hátul. Mert látod, hogy valaki jobban nyomja, mint te a színpadon. Igen. Képzeld el. A legrosszabb élményem egy cirkuszi előadás volt, ezt mondjuk én tökéletesen megértem. A bohóc volt az idomár, a popcornárus, a poronmester és a zsonglőr. A habatortán, hogy az előadás felén leszakadt a tribün egy része. Nem. Átültették az emberek. Jézus. Akkor esett le, hogy miért nincs itt teltház. A gyerek meg azóta is mesél, hogy látta valahol ilyen utazó cirkusz, hogy milyen volt, pedig csak 4 éves volt akkor. Na, de megmaradt az élmény. Igen. Azt mondja, hogy fővárosi nagycirkusz abba előadás minden magyar nyelven. Feke Pál jelenete az, hogy átrepüli a színpadot, de konkrétan végighúzták a színpadot. Mindez oroszlán szakban ülve, Sanyi küldte nekünk. Ja, Isten. Sziasztok, színházban dolgozom. Egyszer egy tájelőadáson a hangbejátszó laptopunk meghibásodott a darab elején. Végig sipolt az előadás. Sajnos nem voltam tartalék, úgyhogy így ment le. Nem tudom, hogy volt-e panasz, de elég ciki volt.
Ennio Morricone koncert hangosítása annyira gyalázatos volt, hogy a nézőtér hátsó feléből folyamatosan szállingoztak ki a vendégek, mint a YouTube-on néztük volna a másik sok ezer emberre, de legalább a YouTube-on valamit láttunk volna, illetve nem kellett volna bezsúfolódnunk egy olyan széksorba, ahol mindenki vállal, csak oldalaza fér el. 32 000-es jegyárak voltak. A büfében dobozos kolát és popcorn lehetett csak kapni, csodálatos volt. Michael Jackson tribute írják többen, igen, állítólag Jacko leghíresebb imitátorával. Igazából egy rizsporra leöntött csávót átokott a színpadon, és úgy mumbókolt, mint a szomszédasszony. Azt hittem, kitépem a hajam, hogy fizettünk érte. Ez a nagy felismerés, amikor elmész, jót vársz. Igen, uh-huh. Ezért már sokszor elmeséltem a David Copperfield előadását. Igen, hát de hogyha vannak szórakoztató momentumok, és tudsz röhögni, akkor még talán valamennyire gyógyír. Hát emlékeztek, volt az a, nem is tudom, hogyha rosszul mondok, elnézést kérek tőle, de egy David Merlini fellépésnél volt az, hogy leeresztették föntről, mert egy ilyen Mission Impossible jelentet akart eladni. Leeresztették, csak aztán elfelejtették lakasztani, és ugye nem bírta a hátizomból tartani magát, és idő után lógott, mint az aranygyapjas rend. Szépen föltfogva. Igen, föltfogva így szépen szétett kezekkel, hogy és egy darabig bírta is, csak ezt nem akasztották le, és így kezdett így elfáradni, és így, mint a pozsonyi kifli. Tudod, megfáradt. Így behajló. Nem, átment kifli végén. Csalódás nekem az Ossian koncert volt, Ernő többször is elfejtett a szöveget, annyira részeg volt, a társa nem győzött elnézést kérni a közönségtől, azóta nem mentem, Sziszi küldte nekünk. Jó, de ő Endre egyébként. Egyébként. Hát jó, most nem tudhat. Hát én nem most ezek után nem jegyzem a repataturgyám. Nekem a legszörnyűbb az volt, amikor fejjel lefelé adták a filmet a Kőbánya moziban. Az is kemény lehet. Ott mit csinál? Egy darabig kiabász, hogy gépész bács, gépész bács. És az Istennek nem akarja megfordítani. Charlie koncert előtt eldőlt a mikrofonálvány, lazán lábbal fel akart állítani, rátaposott az aljára, az fölállt, mint a genebje, egy szájba verte. Hát Charlie csak elfélteni, kedvelem egyébként, nagyon nem, kiváló, kiváló elő. Áron egyébként a Kovácsáról most itt, ő ott volt azon a Jack Von. Ott volt, és látta. Ő táncolt. Igen. Igen. Ő volt az imitátor, és mindenki körbeállta. És mondták, nyomjad még Áron, nyomjad még. Kb. 10 évvel ezelőtt volt egy Liza Minnelli koncert, amire kb. 20 000 volt a jegy. Semmit nem lehetett belőle látni, mert Liza nem tudott a koncertről, áttörés volt az egészre. Emlékeztek tényleg? Volt egy ilyen Guns koncert, meg Liza Minnelli koncert is. A Guns koncertet valami repülőtérre szervezték meg. Igen, csak időző zenekar nem tud róla. Igen. Vártak őket, vártak, de nem jött. Vörös Csillag moziban a Die Hard 3 vetítése kétszer megszakadt, persze akció közben, vagy 5 perccel. Kiderült, hogy ez egy kópia van csak, de az Atrium mozival párhuzamos a vetítés. A következő darab meg még nem jött meg, mert villamosra hozták. Ez zseniális. De elnézést, pillanat késik, a hatos villamos, mindjárt folytatjuk. A pénzt visszaadták. Jön ez a magyar a szockó. János Vitéz őszülő Jancsival, 50 fölötti Illuskával. Kiábránító volt a József Attila szín. Hát jó, hát most... Hát na, hát most... Jó, hát na, hát most 50 fölötti volt az Illuska. Jó Granny-ként is megnézed Illuskát. A szerelem örök, azt akarták igen. Vele üzenni. És a gonosz most a fiatalabb volt, mint Illuska. Azt mondja, hogy... Nagyon jó hírem van, bocsánat, hogy keresed az SMS-t. A Royal Russian Ballet, mert őket így hívják, ha valaki nagyon kíváncsi rá, holnap még Pécsen, és aztán Debrecenben is ugyanez az előadás. Igen, lesz. Én elmegyek a Kövér Varázslót, komolyan megnézem. És Debreceni. Sok sikert annak a kérem. Szegények. Ja, és nagyon szellemes SMS-ek vannak, nagyon szeretem. Madonna koncertet írják meg sokan, hogy nagyon nagy átvágás volt, késve jött, szakadt az eső, mondjuk hát, arról nyilván nem tehetnek. Igen. De még koncert a 80-as években, azt hiszem Balaton volt, megjelent Rózsi szegényként, már nem volt szomjas a színpadon, bezuhant a színpad elé. Itt vége is volt, hazamentünk. Rózsit elvitte a ment. De úgy, egy hang nem volt. Jó estét, Balaton! Kész. Viszi a mentő, és te ott állsz hülye, hogy hát legalább egy számot. Legalább, nem tudom, nyomjuk már le. Északi part sziklás. Nem és elviszi okos. A mentő, és kész, és így állsz hülye, hogy hát ez hogy rövid hát? Volt. Rövid volt? Na, menjünk. Higgyünk valami. Úristen, Ossian koncerten elfelejtette az énekes a szöveget, olyan hogy lálával próbálta helyesíteni a hiányzó szavokat, 3 számukat ismételték meg a koncert. Elfelejtették, hogy mit játszottak? Persze, valószínű? De ez egy nagyon igen? Klasszik. Szegény Endre ezt hallgatja már 10 év. Hát. De azért méltatlan egy picit dolog, mert tudjuk nagyon jól, hogy a rock and roll szférában ez azért gyakorlatilag. Jó, azért 3 számmal alatt lalalázni azért az picit erős. Lalalala, elfelejtett a saját szövegedet, szerintem az picit erős szól. És nem lalalázott, hanem megpróbálta hát egy halandzsa nyelven pótolni a hiányzó szövegeket. Ilyeneket a YouTube-on? Dehogy nincs. Ilyeneket a repataturgyán ezek mentek. Ez
Feri, szégyeld magad. Jó, ne haragudj, hát gyerek, ez volt. Ez 9 óra után meghallgatjuk. Erre kíváncsi vagyok, én ezt nem hallottam. Én elhatárolom. Igen. Hossz ilyen Debrecen paksi benyomva, mint a rajszög itt van. Egyébként tényleg jó zenészek. Karamell, Craig David koncert, nem is együtt léptek föl egymás után, hatalmas csalódás volt. De legalább együtt voltak. Őket úgy hirdették, hogy Karamell, Craig David? Én nem tudom, hogy azt, hogy együtt... Azt nem biztos, hogy mondták, azt igen. Azt nem szerintem. Na jó. Ja, hát nagyon szerettem ezeket az SMS-eket. Jó van. Köszönjük szépen, köszönjük. Most olyan vagyok, mint az Oszi énekes. Köszönjük, köszönjük. Lalalalala. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.